Tehát talán megindíthatjuk a mai megbeszélésünknek a hivatalos szakaszát, ami hát ugye csak annyiban hivatalos, hogy a többféle a Wesleyhez kötődő, vagy a Wesley Doktori Iskola előkészítőjéhez kötődő rendezvények között indítottunk egy olyan is, aminek az a tárgya vagy a célja, hogy társadalomtudományi, humántudományi vitákat rendezni. Egyelőre, hogy mondjam, ezeknek a könyveknek a kiválasztási elveit Somály Peti, mármint hogyha itt tiszta, ha itt említkolni akarjuk azt a kép, hogy nyilván az én rokon szemveim és érdeklődésem dönti el nyilvánvalóan, hogy ki a, melyek a kiválasztott könyvek, de hát azt hiszem, hogy amit eddig voltak, és amik ezután lesznek, azok semmiképpen nem voltak érdektelenek, és nem lesznek érdektelenek. Tehát nyilván arról a dologról van szó, hogy arra valószínűleg nincs mentség, hogy ki mindenkit nem volt bele ebbe a körbe, de azt viszont valószínűleg utólag sem kellett volna, hogy kit voltunk bele. Tehát ez ilyen szempontból egy szerencsés helyzet. Na most itt a mai napon Miskolci Ambrusnak a könyvépüstük napi rendre, amivel kapcsolatban hát ugye azt tudni kell, hogy ez ugye egy több kötetes, vagy két kötetes opusznak kvázi a második kötetre, amire majd nyilván a szerzők beszélni kezdenek, ez mondanak. Ugye a maga mentsége az csak az, hogy hát bizonyos idő elé nem mentünk, tehát azt mondtuk, hogy maximum hát két éve megjelent könyveket teszünk bele ebbe a sorozatba, ezért Ambrusnak a, hát legalábbis cím szintjén nem a mind a két kötetét, csak az első kötetét tűztük itt most napirendre, de hát gondolom ezt a jelenlévők, ezt a, hogy mondjam, formális problémát tartalmilag kezelni fogják. Tehát én nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, mindenkinek mondom, hogy ahogy minden ilyen alkalommal most is videófelvétel készül, ami azután a viszonylag hamar, néhány órán belül a netre kerül. És ugye a mai nap két főszereplője, Miskolci Ambrus és Pók Attila. Na most a táncrend az alapvetően az, hogy Ambrus és Attila beszélnek először annyit, hát amennyit jónak látnak, és hát utána a teljes társaság szabadon vitatkozhat. Nyilván addig, amíg el nem fogy a mondani való, hogy mégis legyen egy ilyen véghatár. Én azt szoktam mondani, hogy itt maximum 4 óra áll rendelkezésre, de ezt azért a könyvvitáknak nem szoktuk kitölteni. De ne nevessetek, mert tegnap Attila azt hitte, hogy sok lesz a 4 óra, amit egy nagy előadást tartott Attila, és úgy elment a 4 óránk, mint a pinty. Úgyhogy ne nevessetek a 4 órán, ez egy, hogy mondjam, értelmes elfoglaltsági idő, tehát parancsoljatok, én itt el is hallgatok. Hát én úgy gondoltam, hogy beszélgetünk az Ambrussal, tehát nem egyszerűen ő beszél hosszan, és én beszélek hosszan a fordítva, hanem mi sokat beszélgettünk az Ambrussal is, mindenféléről, és úgy gondoltam, hogy ez a körben most egy apropó. Ebben a körben nem hiszem, hogy az Ambrust be kell mutatni, ismerik egymást olyan jó 40 éve, vagy talán picit több. 50. 50.
És ugye hát tanulja lehettem egy fantasztikus életmód kibontakozásával, aminek azért azt hiszem, hogy azért van egy közös nevezője. Mert ugye Ambrus írt a legtágabb értelemben vett művelődés történetet, írt társadalom történetet, írt politika történetet, de valahogy úgy érzem, hogy az érdekli, hogy ugye a 18-19. Század fordulójától, vagy a 18. század utolsó harmadától, szinte a jelen húzódóan van-e ebben a közép-kelet-európai, dél-kelet-európai régióban valami modernizálódás? Tehát egyáltalán hogyan reagál mindarra ez a régió, ami történik a világban, és hát ezen belül ugye a magyar is már probléma áll az életközésének a területben. Elképesztően termékeny Ambrus, én azt hiszem 41 könyve van, de lehet, hogy rosszul tudom. Évvégére 44 lesz. Jó, tehát rendkívül, tehát van olyan, amit más mondjuk egy rövid tanulmányban fejt ki, hihetetlen részletesen dokumentálva. Ebben a könyvben, amiről most beszélünk, 2261 lábjegyzet van, és közel 400 oldal, legalábbis abban a formában, ahogy én ebben a PDF-ben láttam, és rendkívül, tehát mindent nagyon alaposan kifejt, tehát minden lehetséges anyagot, amit egy adott témában fontosnak tart, azt az olvasó elétel. Most én úgy gondoltam, hogy ilyen kérdés-felelet formában csinálhatjuk a dolgot, aztán lehet, hogy elkalandozunk. Ugye az első kérdés az, hogy annyi mindennel foglalkoztál már, tehát a 18. századtól, csak én a kicsit korábbi időszakoktól is szinte a jelenik. Most, de azt hiszem, ennyi oldalat, meg ennyi lábjegyzetet, meg ennyi energiát, mint amennyit erre a Vasgárdára, két kötet Vasgárdára fordítottál, azt hiszem, ez elég páratlan. De lehet, hogy tévedek, hogy miközben ugye azért azt nem lehet mondani, hogy ez egy elhanyagolt téma a nemzetközi történet, vagy a román történetben. Miért gondoltad azt, hogy ez ilyen részletességgel is ilyen alaposan ki kell dolgozni, és hogy ennyi energiát megél. Hát az egyszerű, és éppen Hume-ot fogom idézni, akit mint hallom, most éppen betiltanak nem sokára Angliában, aki azt mondta, hogy nincsen időm röviden írni. Nincs időm röviden írni. Tehát az ember gyakorlatilag, hát bajom meg, írás közben gondolkodik. És hát önti az anyagot, tudnélik, hadd jelezzem, hogy egyik barátunk szóvá tette a századokban, hogy itt a teoretikus izé nincsen megalapozva, tehát interpretációs keret kell hozzá, különböző teóriák, fasizmus teóriák, ezeket be kell dolgozni, kifejezetten nem kell bedolgozni, orvosilag ellenjavalt. A fasizmusnak a legjobb leírása, Tasca szavaival, a tények bemutatása. Ordítsanak a tények, és de mi? Na most valóban ebben némileg tényleg sok az energia, mert mikor 90 után ugye felszabadult a téma, azután, és Romániából egy évente mentem, akkor rendszeresen gyűjtögettem az anyagot, és akkor fejeztem be igazából, amikor már megnyitották a Securitate levéltárában a fontosabb dossziékat, hát én csak a Codriano pert néztem meg, és meg kell mondjam, hogy közben sok értelmes fasisztával beszéltem, vagy vasgárdistával. Ezek egyenként nagyon jó beszélgetőtársak, már két vasgárdista, már az már veszélyes tömeg. Úgyhogy itten hadd mutassam be, szegény Dóru már meghalt, ez a kapitány könyve, amelyben kiadta Codriánónak, a Vasgárda vezérének az egyetlen könyvét, és a Codriano pert nagyon szépen dedikálta, Isten áldását, Isten áldását kérve rám, zöld tintával, zöld tinta, ugye a zöld, zöld a nagyon sok hasznos dolgot mondott, és ami történész nem csinál meg, és itt nem fog, senki sem perbe fogni talán,
felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a könyvben milyen hibák vannak, és nézzem meg az eredeti peranyagot, mert ő azt egy másik, közben kiderült egy ilyen, egy amerikai gazember, akiről kiderült, hogy pedofil volt, azt eltették lábalól, az ott garázdálkodott ott Romániába, és ő adta ki először a Kodianupert, és hogy figyeljek arra, hogy milyen hibák vannak, és az eredeti anyagot kell nézni. És ez nagyon hasznos volt. Úgyhogy ez úgy gyakorlatilag 40 év alatt úgy gyűlögetett az anyag, aztán mikor befejeztem, akkor befejeztem. Úgyhogy ennyit erről a gyűjtögetésről. Utólag az ember, George Dubinek van egy nagyon érdekes beszélgetés egy eremekkel, hogy mit szoktuk, utólag szoktunk megindokolni, megideologizálni, mivel miért foglalkozunk. Hát te most ezt Attila elvégezted, helyettem, nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, akkor ha még ezt a gondolatot lehet folytatni, én azt hiszem, hogy amire utaltál, hogy egy rettenetes kifogásolta a teoretikus megalapozottságot, igen, mert téged nem az érdekel, az az érzésem, meg más munkáid alapján is, meg ennek a könyvnek az alapján is, hogy téged a Kodránnak a személyisége érdekel, téged a mindazoknak, a legjelenősoknak, meg más értelmiségieknek, akik ugye végigcsinálják a Vasgárdától a kommunista időt, vagy az emigráns időkig a pályáinkat, ezeknek a habitus, tehát a gondolkodási habitusa, a személyisége érdekesen igazából, és úgy érzem, hogy azért nem bocsátkozol bele, mint például a Jordáki kolléga, aki szintén foglalkozott ebben, de ő ugye elveszik a teoretikus kategória keresésre, téged inkább a személyiségnek a változás érdekelnek, tehát mi másokat a ideológia érdekel, és ahhoz forrás a személyiség, téged a személyiségek érdekelnek, és ahhoz forrás a ideológia. De lehet, hogy rosszul látom. Hát az ilyet az ember nem tudja. A másik, hogy hát a személyiség, igen. Igen, mert valahogyan hát mi emberek vagyunk, és én soha nem foglalkoztam, hát ugye nem tudom, hát ennek hatalmas irodalma van ennek, hogy a fasiszta személyiség milyen, azt hiszem Wilhelm Reich is írt, mert mindenki írt erről. Azokban az élő ember hiányzik. Na most hát az élő embert a legnehezebb megfogni, úgyhogy a személyiséget, hát csak meg kell mondjam, hogy pletykákon keresztül tudom igazából megragadni, amiket mások mondanak róluk. És amit ők maguk mondanak. Megjegyzem az első kötettel, hogy azért ott ugye rengeteg pletyka van, és ugye Kodránnak, a Vasgárda vezérének a karrierje azzal kezdődik, hogy az igazi karrierje, hogy Kodránul elővi a jászlásári rendőrkapitányt. Na most, hogyha Romániában rendes igazságszolgáltatás lett volna, akkor 20 évre lecsukták volna, és nem biztos, hogy lett volna Vasgárda. Ez az egyik. A másik, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy hogyan lőtte le. Viszont a nagyon jellegzetes mozzanat és a személyisége nagyon sok fényt vett, és a helyzetekre, hogy az ember ötféleképpen mesélte el ezt a történetet, hogy hogyan lőtte le a rendőrfőnököt. Na most igazából Kodránnak a személyiségéhez nem tudunk hozzáférkőzni. Mert veszem például Harry Hástát, aki ismerte, azt mondta, hogy olyan buta volt, mint a tök. Hogy ilyen hülye embert életében nem látott. Nikifor Krajnik, aki jó ember, ismerő volt, azt mondta, hogy egy tök filkó, akinek az ereje a hallgatásban rejlett, mert amíg Hitler és Mussolini megerőltették magukat, hogy létrehozzák a saját mozgalmukat, ez az ember nem csinált semmit, csak hallgatott. Ugyanakkor hozzátartozik az, és itt nehéz megfogni a személyiséget, hogy az ember pontosan tudta, hogy Romániában jobb nem pofázni. Tudnélik, ha sokat pofázunk, pillanatok alatt kiderül, ezt meg is mondta, amit máján mondok, az holnap, az már egy fél óra múlva tudják a vendéglőkben. A másik, hogy már este, ha este mondod valamit, már reggel ott volt a jelentés a szigoronca asztalán, a titkos rendőrség asztalán. A harmadik az, hogy valóban nem volt egy nagy észkombány, és egy megfoghatatlan egyéniség, de ebben redett az ereje, hogy tudott beszélni az első generációs értelmiségiek nyelvén. Úgyhogy végül is őt, a személyiséget magát nem tudom megragadni. Na most nem tudom, hogy ki tudnám megragadni, mert Oliver Jens Schmidt
nagyon jól megpakolt bécsi kollega, írt egy kodrán életrajzot, írta az első komolyat. De abba se derül ki sok. Úgyhogy Kodrán egy ilyen rejtélyes figura marad, és a személyiség megragadása, hát igen, itt van Pandrea a polcon, Pandrea. Pandrea egy ügyvéd volt, akiről Bolya barátom azt írja, hogy időnként becsukták őt, vagy permanensen becsukták őt, és már végén senki se tudta, hogy miért csukják be, mert azok se tudták, hogy akik becsukják, azok se, ő se tudta, hogy miért csukják be. Hát először elkezdték őt a 44-et becsukni, aztán utána 45-ben folytatták zsinórba. Na most ő írt egy könyvet a Vasgárdán. És azt írja, hogy ez a könyv, amit a börtönben ír, egy lámpafénynél, a félsötétben, ez lesz majd az utókor számára az eligazító mű a Vasgárda rejtelmei felé. És ő megoldja a Vasgárda rejtelmeit, mert ilyen személyiség zavarokkal magyarázza a dolgot, hogy Kodránnak a feleségét Viktor Szilágyi lefektette és tetten érték, és Kodrán cimborájának a feleségét még a házasság előtt Györgyék Kuza felcsinálta, és akkor ugye ez a mocának a felesége, Kodránnak a nővére, és akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy ezekből az aberrációkból, ezekből a szörnyű személyes sérelmekből született a Vasgárda mozgalma. Hát el se jutunk sokra, és még egy mondat Pandreához. Pandrea írja ezt az utókornak. És azért megtaláltam a levéltárban, a szekuritáti levéltárában, hogy Pandrea meg volt azzal bízva, hogy ő mondja meg azt, hogy melyik legionáriust, ha kiengedik a polgári életben, mert 63-64-ben engedték ki őket, hova lehessen és kelljen elhelyezni. Úgyhogy aztán most legyen az ember okos a személyiséggel. Hát valljuk meg, és gyorsan befejezem egy idézettel, mindig elbújok egy nagy ember hátam mögé, most is elfújok, Attila, elbújok Marc Bloch hátam mögé. Marc Bloch a következőt mondta, lenne egy francia középkorász, a forrásoknak a fogjai vagyunk. Úgyhogy de, amit az ember elolvas, hát nem azt mondom, hogy kiokádja, hát egy stilizáltan az olvasó elé bocsátja. Na, én úgy láttam, hogy ez meggyőzte, amit mondod, de téged igazából, mintha nem a Kodrán érdekelne, hanem azok a nagyformátum értelemségek érdekelnek, akikre a Kodrán hatással volt. De mielőtt még ide menni, van egy valahányadik oldalon egy tőled megszokott ilyen finom iróniával, vagy humorral idézett valakitől, hogy Kodreánó mínusz 30 cm az egyenlő Csarseszkóval. Tehát ez nem is tudom, te írod, vagy valakitől idézett, de nagyon, tehát ez, és azért ez a kis szellemes megjegyzés, valamiképpen indokolhatja is a második kötet, ha csak a második kötetről beszélek, a kronológiai határait, mert ugye ez olyan 35-36-37-ben kezdődik, és 64-ig megy el körülbelül. Tehát ez ebből a szempontból, tehát ugye az ilyen típusú, tehát a Kodrány típusú ideológia, aztán a Csarseszkó féle ideológia, hogyan hat formátumos emberekre vonzóan vagy taszítóan, mint hogyha ez lenne az igazi témán. Hát kénytelen voltam tudni, román irodalmat kellett tanítanom, és hát mondjuk a román irodalomnak, ha nem is a színe java, de a legizgalmasabb egyéniségei, azok a Vasgárdának a vonzás körébe kerültek, és ott hatalmas nagyokat hazudtak, hát nem mindenki, de mondjuk például Mircea Eliade, akit mindenki imád, valamivel fogva mindenki imádott abba a korba, én már kevésbé, akkor sem nagyon, de hát megesküdött a feleségének, például a második feleségének, hogy a Vasgárdának nem volt tagja, hát hogy ne lett ma a tagja, hát gyakorlatilag a választásokon is indult. Na most, ha már itt tartunk ezeknél a vonzásoknál, ezt nagyon nehéz megmondani, és ennek van egy nagyon mély aktualitása mostan sajnos, ami a Vasgárdának nagyon aktuálissá teszi, és pedig az Aur nevű pártnak a fellépése, amelynek az ideológusa, a fő ideológusa, aki éppen most rúgta ki az írószövetségből, a román írószövetségből, mert csúnyákat mondott a cigányok, hogy azok Romániának a méteje. Na most ez a fiú, ez a Lavrik,
Hát orvostan hallgatónak indult, de aztán Noikának, a Vasgárda egyik filozófusának a vonzásába került, és hát kikötött ennél a Aur nevű pártnál, amelyet sokan a Vasgárda, hát kvázi, hát ha nem is folytatásának, de és nem is utódpártjának, de valamiféleképpen örökösének tekintenek. Na most valóban ezek az egyéniségek érdekesek, de igazából három nagy egyéniség van, aki ennek a vonzásába került, aki tényleg nagy formátumú. Hát a többi is érdekes. Hát az értelmiségi az olyan, és Lucián Bolya barátunknak teljesen igaza van, hogy neki nincsen hatalma, és szereti hatalmat, és ezért csatlakozik egy olyan mozgalomhoz, amely úgy néz ki, hogy hatalmat szerez. Hát Mihály Sebastian írta, 33-ban még, vagy 32-ben még nem tudták, hogy kommunisták legyenek ott ezek a fiatalok, aztán 33-ban eldöntötték, hogy most már a fasiszta mozgalmahoz csatlakoznak. Na most egy igazán érdekes egyéniség van, Csorán. Emil Csorán, ő azért érdekes, mert ő az a nagy fasiszta író, aki megtagadja a saját múltját. A többi nem. A többi áskilizálja. Hát Eliade hazudik, de közben azért a regényeiben mindig ott vannak a rejtett utalások. Rajka soha nem tagadta meg. Nem is olyan jelentős. De Ernst Jünger, aki jelentős, vagy nem tagadta meg. Szelin nem tagadta meg, hanem eljátszotta a klosárt, hogy most mit tettetek belőlem. A nagy klasszikus íróból, ott a benne Franciaország egyik nem népszerűbb írója ma. Csorán viszont megtagadta maga fívon módján, ez egy őrült gárda volt, egy őrült szekta volt a Vasgárda. Én magam is egy jellemtelen ember volt vagyok, mert a jellemtelen ember az üldözőit elkezdi a végén imádni, mert először meg akarták verni a vasgárdistán, meg kiröhögte őket egy ilyen tömeggyűlésen, és mintán jól megkergették, azután felcsapott a Vasgárda ideológusának, nota bene ő írta a fasiszta forradalom legjobb kézikönyvét, a Románia színe változását, amelyből tökéletesen kiderül az, amit ő maga mondott később, egy percig sem hittem az egészet. Tudnék az, hogy Románia fasiszta legyen, vagy egy színe változáson menjen át, ahhoz Romániát irgalmatlanul iparosítani kell, meg kell szabadítani a parasztjaitól, azzal kezdődik Románia felszabadítása, és Románia legyen egy olyan ország, amelynek a sorsa Franciaországhoz hasonló és népessége Kínájéhoz. Na most még tele van ilyen abszurditásokkal, meg ilyen marhaságokkal. A Vasgárd igazából nem is nagyon kedvelte, nem is nagyon említi a Vasgárdist, nem is említi Kodriánit sem ebben a könyvében. És amikor látta, hogy baj van, akkor elpucolt Franciaországba, és miközben a haverjait kivégezték, ő pedig meg a biciklizgetett Franciaországba. Aztán mondjuk az letagadta természetesen, hogy ő aztán visszatért a gárdához, amikor a gárda időlegesen hatalomra került. Viszont né, korunk egy nagy neognosztikus filozófusa lett, Lavrik, akit idéztem az Aurnak, ennek a mondjuk, hát nem tudom milyen jellegű, furcsa jellegű pártnak a fő ideológusa, ő ugye azt írja, hogy mindvégig nosztalgiával tekint a saját múltjára, nem igaz. Megtagadta, sajnálta a saját múltját, sőt, azon kesergett, hogy Romániában nem volt baloldali értelmiség. Úgyhogy viszont ő a neognosztikus gondolkodásnak egyik apostola, és ennek a lényege röviden az, ez a fizikai világ, ez egy gonosz Istennek a teremtménye. Hogy aztán, és a mi lelkünk, az tulajdonképpen be van zárva valami szörnyű testbe, amelyet a gonosz Isten teremtett. Na most ezt persze kellő rafináltsággal mondja el, de ma is egy élvezetes olvasmány Csorán. Ma is élvezetes olvasmány, és többek között, ahogy megtagadja a mítoszt, az is érdekes, amikor azt mondja, hogy a struktúra és a mítosz, ez az a két szó, amelyet törvényel kellene egy időre betiltani. De azért Csoránt olvasni kell. Na most az az érdekes, hogy Eliádét és Csoránt is olvassák sokan, tehát azt hiszem, hogy tehát korábban arról van szó, hogy mondjuk egy
régiónak egy sajátos problémával a küszöbben értelmiségnek, hanem olyanok, akik az európai gondolkodás történetében helyet találtak maguknak. Na most méghozzá egy nagyon speciális helyet, ami nagyon sok embert érdekel. Most egy furcsa dolog jutott eszembe, most egy kicsit ugrálok én is, de hát mégis beszélgetünk. Ugye, hogy ha összehasonlítjuk, hogy hány román gondolkodó részben, ugye a Vasgárdához is kötődve, került be az európai gondolkodás fő vonalába, és hány magyar gondolkodó került be az európai gondolkodás fő vonalába. Igazán van a hipotézissel, hogy a románokból többen kerültek be, mint magyarokból, és vajon ennek köze van mindahhoz, ami ott történt ebben az általad leírt időszakban itt, vagy ez egy rossz hipotézis? Hát ne, hogyha a Nobel-díjasokat azt mondjuk, hogy tök hülyék voltak és nem gondolkodok, akkor biztos, hogy igazad van. De hát azért tudtam, van néhány magyar Nobel-díjas, és én úgy tudom, hogy román Nobel-díjas egy sincsen. Úgyhogy amikor megkapta például van román Nobel-díjas? Nem, mondjam. Nincsen, és amikor, a Nobel-díjas írón ki is, valami Nobel-díjas írón. Gyertész Imre megkapta a Nobel-díjat, egy román kollega tartott előadást, és elmondta, hogy ho-ho, ezt a Nobel-díjat nem csak ő kapta, hanem mondott egy másik romániai származású zsidó írót, azt ketten kapták. De itt az volt az, hogy az zsidónak kellett adni, és hát ezt megint ezt a magyar zsidót vették elő, ahelyett, hogy a román zsidót vették volna elő. Hát ez nagyjából dekódolva ezt az egész izényifákolást, ezt így lehetne mondani. Na most né? Hát vannak ilyen divatos román figurák, persze természetesen, hát átálltak francia nyelvre, vannak. De nekem éppen egy román barátom mondta, hogy az ő Kerényi Károly, a tudós, mint Mircea Eliade. Ugye ez divattól is függ, hogy milyen a divat. Mircea Eliadét ma már amerikai könyvesboltban nem lehet látni, és 90 után ki is fektették rögtön. Előszedték a fasiszta múltját. Addig tapintatosan hallgattak, mert ugye nyugati barátaink nem tudták, hogy esetleg egy melegebb háború esetén nem lehet előszedni a mi drága jó vasgárdista testvéreinket, úgyhogy addig ezt az Eliadét dolgot ottan jegelték, és 90-ben Eliadét már, sőt már korábban már Sztrenszky már elkezdte kikészíteni, amikor Amerikában voltam, Eliade könyvet a raktárban nem láttam ezekben a nagy ilyen antikváriumokban, annál inkább Joseph Campbellt. Úgyhogy ez az Eliade, hát ez igen. Igen. Csorán ő túlél mindenkit, úgy tűnik. Viszont most úgy bejárok el, mint az előző barátom, akit idéztem, hogy azért azt nem csak Kertész Imre kapta a Nobel-díjat, hanem az a román pasas is, hogy hát az egy Csorán, a román barátai mindig kihagyják a Csorán elemzésekből azt, hogy Csorán magát román magyar Korcsnak nevezte. Hát Csorán miközben ott a Mázár szobájában ott emlékedte ki ezeket a bölcsességeit, közben magyar cigányzenét hallgatott. Na most az egy mese, hogy Csorán magyar származású lenne, az siket duma. Nem. Csorán valahogy kimondta azt, amit a franciák nem nagyon mertek kimondani, mert Franciaország ugye egy baloldali beállítottságú ország, baloldali volt a fő kulturális irány, Csorán pedig meg ezt a fasiszta keserűséget öntötte ki, hogy igen, Európának vége, Európát tönkretették, nem sokára Franciaország is el fog tűnni, és egy holt nyelven írok. És ez a franciáknak tetszik. Mert ez részben az ő életérzésüket is kifejezi ez a perverz dekadencia. Hát Csoránnak a magyar származásához, ha egy mondatot még hozzátennék, én ismertem a bátyját, a bátyját, Aurélt, kérdem Auréltól, hogy nagyszerűen könyvesboltban találkoztunk, a elárusítónő az ismert már engem, és akkor bemutatott, hát jó dolgokat mesélt Aurél, és kérdem tőle, hogy igaz, hogy Emil,
Vasgárdista volt, mire felsikolt? Nem! Én vagyok az. Nála ez csak egy tűnőszerelem volt. Egy tűnőszerelem, amelyből született a legjobb, a fasiszta forradalom a legjobb leírása. A magyar múlthoz annyit, hogy a feleségét báronőnek nevezték a családba, és a román szakirő és a francia szakirodalomba is során mamája az báronőként szerepel. És hát megkérdezem tőle, hogy van ez a báronőséggel, mert azért én ilyen báronőről nem tudok egy ilyen családról. Hát mi is azt mondtuk a családba, hogy báronő, mert a fennfúrta az órát. Na most ez kiderült, csak ragadványnév volt. De a román szakirodalomban Csoránnak a muterja, az kvázi egy ilyen, hajtőnő félmagyar báronő. Nem, Csoránnak vannak magyar kötődései abban az értelemben, hogy a magyarokat részben gyűlölte, részben irigyelte, ez a Haszlibének a klasszikus esete. És nagyokat hasonlott arról, hogy a magyar csendőröt gyermekkorában, amikor 16-ban ugye, amikor kiverték a románokat, akkor a magyar csendőr elő hogyan menekült. Ez nagyon meghatott mindenkit, mert ezt leírta egy írásába, de ez mese, ezt utólag találta ki. Ezt a magyar csendőrt, ez azóta is egy ilyen prototípus lett, hogy szegény Emilt a magyar csendőr hogyan kergette. Emilt nem kergette viszont, ezzel bevonult Emil a magyar csendőrt is bevitte a világirodalomba. Úgyhogy ott vagyunk mi is, Attila, a magyar csendőrrel. Na, még egy, én gondoltam, hogy ezekkel a kis párhuzamokkal lehet téged jól provokálni. Ugye nagyon hangsúlyozod, hát talán legjobban itt az első fejezetben, ennek a könyvnek az első fejezetében, ami az a cím, hogy a legionális ideológia mások irányzása, hogy a szenvedés az mennyire fontos szimbóluma volt a vasgárdistáknak, és utalsz arra is, hogy a vasgárdának a szimbóluma a börtönrák felemlékezte. És hogy ez a szenvedés hát ideológia, és a szenvedésnek az, ez hogyan hatott ugye a társadalomra? Mert megint, hogyha összevetjük a magyar és a román helyzetet. Tehát ebben a tárgyalat időszakban most nem már. Hanem mondjuk itt a 20-as évek, 30-as évek. Hogy hát nem vitás, hogy ha szenvedés történik magyar szempontból, ugye mennyire egy indokolt megközelítés. De minthogyha a magyar gondolkodásban a szenvedés mellett ugye az okkeresés és az önvág is és a másnak jóval nagyobb szerepet kap, mint a románban, ahol ugye egy sikertörténet van, mint is a mindent összevéve, és mégis a szenvedés történettel lehet nagy hatást elérni. Egyáltalán mekkora volt ez a hatás? Mert ugye a könyv ebből a szempontból egy picit félrevezető, mert egészen az utolsó fejezetig, aminek az a cím, hogy milyen fasizmus volt a legionalizmus, leginkább a, hogy megint egy alcímedet idézem, a középmező, tolforgató, régi és alkalmi harcosságban foglalkozom. Mert de úgy tűnik, hogy nagyon nagy hatással tudott lenni, nem csak a tolforgatókra, hanem másokra. És hogy látod ezeket a szenvedést, meg ezt a hatást? Hát mi azt úgy látom, hogy a román történelem, ha jobban meggondoljuk, egy nagy szenvedés történet. Hát hogy három birodalomnak az ütközésében, ütköző zónájában helyezkedtek el, hát a román történelemben boldog korszak, az nagyon kevés van. Hát egy ember tudott 50 évig uralkodni és stabilitást teremteni, Stefan Csillmáré, akinek az uralkodás alatt a 15. század második felébe azért gyakorlatilag az országát annak és rendjen módja szerint felpédálták, és mi a Berindai barátom aztán meg is írta, hogy igazából neki jobb lett volna, ha beoldal a töröknek, mert csak baj csinált és csak szenvedést hozott. És hát ha végig gondoljuk, hát a 1850-es évekig ott permanensen vonultak át a legkülönbözőbb hadseregek, hát 1877-78-ban. Úgyhogy a románban ennek a fiatal nemzedéknek az életében van egy ilyen, ők tudják, hogy milyen a heroikus modell az nagyon szép,
de a heroikus modell mögött ott van a mérhetetlen sok szenvedés. És hogy a jelszavuk ugye kvázi az volt, hogy nem úgy volt, hogy legyen. Nem valósulhatott meg semmi. És a mi sikerünk is, mondja Csorán meg Eliádé, az a félrecsúszásban rejlik majd. Félrecsúszottak leszünk mi is. És ezt a félrecsúszásnak az élményét kell majd megírnunk. Na most ez a csúcs. A másik, a szenvedés összefonódik a misztikával. Hát a, mondjuk így idézve ebbe a román lélek misztikusabb. Az ortodoxia misztikusabb. Hát mi a nyugati, a katolikus kultúrkörhöz tartoztunk, a katolikus kultúrkörben teológia. A teológia a fő, mondjuk tantárgy idézőjelben. Pláne még itt van a reformációnak különböző irányzatai. Hát permanensen teologizáltunk. A románok nem. Misztika. Visszavonulni, Istennel egyesülni, ez a lényeg a viszihazizmusnak. Az isteni nyugalom, a köldöknézés. Istennel egyesülni. Na most, ez egy kitérő lesz, de van a román mai gondolkodásban is egy érdekes vonulat. Hát nézzük csak meg, hogy kik azok, akik kritikusan állnak szemben a román valósággal. És akik megmondják azt, hogy metafizikával nem lehet az evilági dolgokat megközelíteni. Hanem kartéziánusok vagyunk, mert egyik oldalon foglalkozunk a földi valósággal, a túlvilági valóság nem ránk tartozik. Ki kell három ilyen nagy, mondjuk, kortársunk, aki így gondolkodik? Henri H. Stahl, a szociológus, Daniel Barbu, akiről kevesen tudják, hogy te katolikus, és nagyon, azt kell mondjam, idézőjelbe csinyalókat ír az ortodoxiáról, azt egyszerűen nem is tartja vallásnak, hanem életformának. És a harmadik pedig Lucian Boya, akinek a mamája olasz volt, és hát nyilván római katolikusnak keresztelték. Szóval érdekes mondom, van egy ilyen, ez nem azt jelenti, hogy román ellenesek, hanem mondjuk azt, hogy nyugatos románok. Ők nyugatos románok. Na most ezzel szemben a Vasgárda az a misztikában élt. A szenvedés az üdvözülést hoz. Na most itt a kérdés a Kodriánu személyisége, hogy Kodriánu mennyire tudatosan manipulálta, mennyire tudatosan manipulálta ezt a szenvedéskultuszt, ezt a misztikára való hajlandóságot, mert egyszer azt mondja, azt írja, hogy egy legyőzhetetlen eszközt adtam harcosaink kezébe, Istent. Na most azért né? Ezek az emberek kegyetlenül szenvedtek. Ott végighúzták a börtönbe, volt, aki 41-től 64-ig ott volt a kalickában. Azt nem lehet mondani, hogy ez olyan kellemes dolog lehetett. Az egy másik kérdés, hogy klikket alkottak a börtönbe, és ez Mélius József nagyon szépen megírja ilyen emlékiratszerű Doftana nem volt kávéház című írásában, hogy például, amikor a levest osztották, akkor a vasgárdisták előre nyomták a nem vasgárdistákat, hogy merjenek ők a levesből, mert nekik a hígja. Az asztos, a túléléshez szükséges, az ott van az aján. Ők majd az ajából merítenek. Úgyhogy né, a szenvedésnek ez a másik arca, de ezek az emberek, ezek kegyetlenül. És amit ott velük műveltek a börtönbe később, és állták a többé-kevésbe a sarat, az döbbenetes. És amikor kijöttek 64-be, akkor többen azt mondták, hogy jobb volt a börtönbe. Hát ilyen az ember, akklimatizálódik. Átéli. Ez nagyon nehéz kösembernek viszonyulni. Érdekes, hogy a Vasgárdáról, ennek a szenvedés kultuszáról, mondjuk elismerés, nem is elismeréssel, de egyfajta empátiával a kálvinisták írtak. Apkósor Makkai László, Juhász István református teológus, és I. Tóth Zoltán, csak neki még nem tették közé ezt az írását, mert ezeket valamilyen oknál fogva a család rejtegeti. Úgyhogy a szenvedés a megtisztulás, és egy első generációs társaság, amely bekerül faluról városba, és némileg még itt jönni a falusi hittanórákon, amennyire volt nő fel, az fogékony volt erre. És ezt Kodriánu tökéletesen meg tudta fogni. Na most, ugye hát a
fő vonala a könyvednek, azért mégiscsak egy, leginkább egy eszmetörténeti vonala, de azért mégiscsak óhatatlanul fölmerül az egész politikai feltételrendszer, amiben ez zajlik. És ugye, hogyha mondjuk olyan, az jutott eszembe, hogy valaki olvassa, nem feltétlenül a te könyved, de mondjuk olvassa, vagy mondjuk egy ilyen összehasonlító közép-kelet-európai valami történetet, ebben abban, akkor eszébe jut, hogy hát erre az összes szenvedésre és összes problémával a románok meg tudtak csinálni egy 44. augusztus 23-án, Magyarországon nem jött össze egy 44. október 15-én. Na most, van ennek bármilyen eszmetörténeti háttere? Vagy pusztán egy aggasztáról van szó, és egy dinamikusban mi esetünkben, és egy dinamikusabb vezetés Romániában, vagy ez mélyebbre megy? Hát hogyne? Ha ránézünk a térképre, megnézhetjük, hogy a románok közelebb voltak a keleti fronthoz, nem? Hát alapvetően ez az első. A második, hát hogy nem voltak hülyék. Abban az értelemben sem, hogy egyet dolggal pontosan tisztában voltak, hogy miután ők sokkal több disznóságot csináltak a Szovjetunióban, mint mi, vagy a magyar hadsereg, hát sokkal nagyobb megtorlásra lehetett volna számítani. Mert azért a románok ottan, hát szép kis vérengzésekben benne voltak, gondolom Odesszára, és eljutottak Szevasztopolig is. Na most ezek a csaták, hát ezek kvázi szakrális események a szovjet vagy orosz mentalitásban. Úgyhogy ők ezzel pontosan, tökéletesen tisztában voltak. A másik az, hogy egy dolgot itt valamennyi párt felismert, hogy össze kell fogni. Hogy össze kell fogni. Na most a magyar összefogásra mi lett volna a baj? Hát ne felejtsük el, hogy Kolozsvárt, úgymond Horthy rendszer a munkásságot felfegyverezte. És amikor ezt megkérdezte egy barátom Balog Edgártól, akkor Balog Edgár lajkiugrott az ablakon, és lett volt, hogy ilyet többet tőletlenül ne kérdezzen. De most ott összetudtunk fogni egy ilyen peremhelyzetbe, mert nem volt más. Na most Budapest messzebb volt, és a másik dolog, hogy a felfegyverzés. Kádár Béla emlékirataiból két dolog maradt ki. Az egyik, hogy a csendőrök. A magyar csendőrség lett volna a legbízhatóbb, amit be lehetett volna vetni a németek ellen. A másik, hogy a munkásoknak azért nem mertek Horthyék fegyvert adni, nehogy rögtön a zsidók ellen fordítsák és lemészárolják a maradék zsidókat. Úgyhogy ez egy nagyon kegyetlen dolog. Na most persze hozzátartozik még az, hogy azért a román politikában volt valamiféle ilyen okos cinkosság, tehát az, hogy Antonescu hatalomra kerül, de nem nyírja ki Mániút, annak ellenére, hogy Hitler már többször megkérte, hogy szíveskedjen már eltenni láb alól. De nem teszi el láb alól, mert már Antonescu a következőt mondta. Ha én vesztek, na most ő már tisztában volt 41. októberében, hogy ez nem lesz diadalmenet ez a szovjet hadjárat. Hát ha én vesztek, és akasztófára kerülök, hát mondjuk főbe lőtték, nagyon becsületesen integetett is a társaságnak, hogy mikor lőjenek, akkor ott van Mániu, akit az angolok fognak előszedni. Ha pedig meg mi nyerünk, akkor Mániut fogják kivégezni. Tehát van egy ilyen racionálisabb számítás, de meg kell mondjam, hogy ez bizonyos fokig nálunk is megvolt, mert Bethlen Istvánt senki nem bántotta. És azért mondjuk hozzátartozik a dologhoz még az, hogy sokkal többet denunciálták a magyar vezetést a románok, mint fordítva. Hát a románok permanensen bepanaszolják Hitlernél a magyarokat, hogy kimérik a zsidókat, hogy nem viszik ki a nem tudom melyik hadosztályt a frontra, stb. Stb. Úgyhogy itt a sajnos a földrajzi fekvés döntötte el, és nem azt, hogy most Horthy mennyire volt öreg, és mennyire nem, mert teszem azt, hogyha Horthy március 19-én lemond, és ellenállunk, akkor mi történik?
Mikor ezt mondtam Szűcs Jenőnek, hogy jobb lett volna ellenállni, akkor Szűcs Jenő felüvöltött, de azt akartad volna, hogy gyítsák ki a zsidókat. És Szűcs Jenő pedig mennyivel okosabb a visszatekintő szem. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fogas kérdés, hogy Hortinak hol, meddig van a felelőssége, milyen a mozgásköre. Nem vagyok Horthy szakértő, tehát nem tudom igazából megítélni. Az biztos, hogy a Horthy fiúk mélyen másképp elítélték ezt az egész dolgot lelkünk mélyéből, és kevesebbet taktikáztak volna. Hát itt a kérdés az lett volna, hogy mekkora vérfürdő lett volna ennek, és milyen vérfürdő az ára. De én ebben a román politikai, mérhetetlen román politikai ügyességben azért nem igazán hiszek, mert jobb helyzetben voltak. Valóban egy több volt a dörzsölt figura, de nem eldöntött el. A nagy geopolitikai összefüggések, és egy mondat, ezt Stalin méltányolta is. Stalin méltányolta is, mert Horthy titkos iratainak ugye ott van rögtön az elején, humánus háborút kell viselnünk. Na most sem a románok, sem a németek nem viseltek humánus háborút, igaz, hogy a magyarok sem fegyelmezetlenek voltak, de azért mégis Horthy humánus háborút akart, és azért Stalin azt is méltányolta végül is, hogy Horthy ki akart ugrani, és azért nem tette el, hát igen, azért. Megmondjuk, úgy látta, hogy Horthy túl népszerű, tehát felesleges lenne itt a Horthyt eltenni lábalóra. Mielőtt tovább lépnénk, és úgy gondolom, hogy már itt az ideje, hogy megvissük a részletekben, de egy kis kérdésem lenne. Utalsz valahol a 160 akár hányadik oldalon arra, elnézést, csak be kell dugnom majd, mert a lemezőben van a számítógépen, arra, hogy Bethlen tárgyalt Manuval. Ez hogy volt? Máliónak egy rokona írja meg az emlékirataiba, és erről ennyit tudunk, legalábbis én többet nem tudok, hogy valamikor ott a 30-as években Bethlen ugye azt mondja, hogy Károly királyt kellene a magyar trónra ültetni. Ezt komolyan gondolta Bethlen? Miért? 920-ban nem gondolták, 19-ben nem gondolták komolyan? De ez 30-as években van. Na most, ezt elképzelhető, hogy Bethlen komolyan gondolta, tudni, hogy Bethlen nem volt antiszemita, és mondjuk Károly király meg elnézőbb is volt, tehát mondjuk Bethlen nem haragudott Károly királyra, hogy Károly király az élettársával nem élt királyhoz méltó életet. Ezt mondjuk Mániu, ezt nem bocsátotta meg Károly királynak, hogy a királynak van egy élettársa. A legionárisok azt nem bocsátották meg, hogy a király élettársa az zsidó volt, Elena Petrescu. Úgyhogy amikor Csorán öccsével, vagy bátyával beszéltem, akkor az szabályosan kivörösödött, majdnem hisztérikus rohamot kapott, és megütötte a buta, mondván, hogy az egy képtelenség, hogy a Romániába egy zsidó uralkodjék. Na most Bethlen számára ez nem volt probléma. A másik, hogy Bethlen a következőt kérte, határkiigazítási székeautonómia. És akkor ez egy szép utópia. Na most valószínű, hogy erről beszéltek, mert utána a sajtóban találtam egy olyan cikket, hogy ami megemlíti ezt a beszélgetést, és Mániu azt mondja, hogy igen, nekünk együtt kell működnünk Magyarországnak és Romániának, mert van pontosan tisztában volt Mániu, hogy határkiegészítést a román közvéleménnyel nem lehet lejelezni. Na most ezek a román politikusok az egymás közt, sőt magyarokkal is nagyon nyíltan beszéltek ezekről a kérdésekről. A Bethlen sajnos nem írta meg, hogy miről beszéltek, de Márton Áron és Róza Petru Grózának a beszélgetését idézném fel, miután Petru Gróza kiszedte, mint államelnök a börtönből Márton Áron püspököt, Márton Áron elment Bukarestbe és megköszönte neki, és azt mondta, és hát panaszkodott, hogy a székelyekkel nem bánnak igazán szépen a román hatóságok, jobban kellene bánni a székelyekkel. Ékes magyar nyelven beszélgette, meg Gróza anyanyelvi szinten tudott magyarul. És mit mondott erre Gróza? Higgye, én szívesen Magyarországnak adnám Erdélyt, de túl sok a román.
Na most ez egy gyilkos mondás, mert ebben nagyon sok minden benne van. Ebben az is benne van, lefordítom én, hogy én szívesebben lennék akár Magyarországnak az államelnöke, hiszen derék szászvárosi diák voltam, jó meg voltam a magyarokkal, nekem szinte mindegy. Úgy is elfogadták volna. A lényeg az, hogy én valahol főnök legyek. Úgyhogy én, Mániu és Betlen István nagyon szépen el tudtak ezekről a dolgokról beszélgetni, és utána Betlen hallgatott, mint a Sphinx, Mániu pedig adott egy nyilatkozatot, hogy a dunamenti népeknek együtt kell működni, stb. Hát sajnos ez nem sikerült. Azt hiszem, hogy most már lassan egy órája beszélgetünk, tehát itt az ideje, hogy hál' Istennek szép számú közönség van, hogy aki valóban a közönségé lehet a szó. Nem vagyunk sokan, tehát én azt javaslom, hogy egyszerűen, akinek van gondolata, az kapcsolja be a mikrofonját és kérdezze. Csak azt kérem, hogy utána kapcsolja ki, mert az épp a határ, hogyha Ambrus és Attila be vannak kapcsolva, és még valaki szól, akkor a háromnál több embert már nagyon erősen torzítja a rendszert. Tehát kérem, hogy kapcsolja be magát, aki akarja, és utána ki. De ilyenkor szokták azt a poént elsütni, hogy akkor a második hozzá. Jó, akkor én bekapcsolom, Nagy Levente vagyok. Igen. Kamerám nincs, mert ez egy olyan laptop, amint speciális kamera, úgyhogy én nem látszom. Csak gratulálok Ambrusnak, meg a Tilának is erre a beszélgetéshez. Én két dolgot kérdeznék, vagy mondanék. Mondtad, Ambrus, hogy az írók színejava azért vasgárdista volt, román írók színejava. Nem tudom, azért ott volt egy olyan generáció, akik nem mondjuk Rebreanu, Szadovjánu, Árgézi, tehát hogy nem annyira az írók, hanem inkább ezek a gondolkodók, mert akkoriban még azért Eliade se volt, meg szerintem később sem, nem mint író lett azért ismert, nem? Tehát azért ilyen szép íróként, hát azért jó, az a májtrelén azon lehet sámcsogni, mert vannak erotikus részek benne, de íróként később se lett olyan nagy valami belőle. Másik pedig, nem tudom, ez mi a véleményed erről, hogy mondtad, hogy Csorán leírta, hogy milyennek kéne lenni Romániának a parasztságot eltisztítani, iparosítás, kínai népesség, francia sors. Hát Ceausescu ezt nagyon is kezdte megvalósítani. Tehát ott már ez nagyon-nagyon efele ment, hogy ezt akkor a gyakorlatban is, és hát nem veszélyes az néha, amikor a filozófusok eszményt egy politikus elkezdi megvalósítani. Csak ennyit szerettem volna. Igen. Mondhatom a mondókámat? Igen? Persze, amíg nem lögdösődik a lakosság, addig nem... Jó. Na, hát akkor mondom a mondókámat. Hát itt a három írót említett Levente, hát igen. A Csadovján ő valóban nem, ő nagy szabadkőműves volt, hatalmas nagy szabadkőműves. Kifejtette többször, hogy Romániából soha nem lesz kommunista állam, aztán utána pillanatokon belül átállt, és rögtön keletről kelt fel a nap, és megírta a Mitrea Kokor című borzalmas regényét, ami egy jeladás volt az íróknak, hogy nyajatok be. Az egy sok volt. Szóval a Szadovján az egy katasztrófa. De mondjuk ő valóban nem volt legionárius, hát neki volt pénze, nem voltak ilyen, úgy látszik, ilyen indítatásai. Na, Rebreanu azért élete vége felé, azért nagyon gratulált a vasgárdistáknak, aztán utána kiábrándult belőlük. Notabene írt egy egész jó vasgárdista regényt. Hát nem van, nagyon jó, de hát elmegy. Árgézi pedig, ha minden igaz, Kodriánu halálára írt egy verset, amelyben meggyászolta Kodriánut, de Árgézi is minden volt, és mindennek az ellenkezője. Mondjuk a kommunistákkal nagyon jól megkötött az Alkut, mert megmondta, hogy neki mennyi jár, aztán alkudoztak, és a végén valahogy azért mégis megjelentek az összes művei. Na most Eliádét, azért hadd tegyem hozzá, olvasta Károly király.
Na most ez fontos dolog, hogy Károly király olvasta, mert Károly király lapója nem szól egyébről, mint arról, hogy a barátnőjével este megnéztek valami hülye amerikai filmet. Úgyhogy Eliade kapott arra díjat, a diákok rajongtak érte. Nem mennyire a regényeiért, hanem a cikkeiért, de hát azért egy sztár volt azért már életében is. Na most hát abban viszont sajnos teljesen igaz, hogy Ceausescu megvalósította a csoránféle színeváltozásos álmot, sőt, Ceausescu ezt úgy megvalósította, hogy amikor Kodriánónak a rokonai ott a Nikádor meg ezek a furcsa figurák, hát ezek nagyon meg voltak elégedve Ceausescuval. Hát azt mondták, hogy ezt akarta a mi bátyánk is. Úgyhogy ebben semmi hiba nincsen. A vicc azért az, hogy ami Eliade kacérkodott Ceausescu rendszerre, és megkötötte maga alkuját, bár nem ment el Romániába látogatóba, Csorán nem volt erre hajlandó. És Csoránról szóló szekuritátis jelentéseket elolvassuk, amelyeket kiadtak. Hát ott a Csorán valami nagyon nagy csufondáros dolgokat mond Romániáról. Magyarországot példaként állítja a románok elé. Már majdnem olyanokat mond, hogy kár volt elszakadni Magyarországtól, és nyilvánosan pedig megottan, hogy a monarchia iránti nosztalgiáját feszegette, hogy hát azért igazából az lett volna jót maradni, és azon belül valami román autonómiát. Úgyhogy a paradox módon ugye a Csoránnak ez a Románia színeváltozása című könyve, ezt Ceausescu valóban átültette a gyakorlati életbe, de Csorán viszont nem volt hajlandó a könyvével együtt átvonulni a Ceausescu-féle panteonba, és nem igazán tett engedményeket, kétségbe volt esve, hogy a családja éhezik. Úgyhogy meg kell mondjam, nekem Csoráról sokkal jobb véleményem van. Csúnya a könyv, a színeváltozása Romániának, undorító részek is vannak benne, de egyetlen mentsége van, hogy nem vette komolyan, amit írt, hanem valamiféle szellemi játéknak tekintette, ugyanakkor ez az, ami nem mentség, hogy az emberek belemennek ilyen szellemi játékokba a filozófusok. Úgyhogy a tanulság, óvakodjatok a filozófusoktól. Köszönöm szépen. Akkor neked kell kérdezned, Tibor. Igen, nekem két megjegyzésem lenne legfeljebb. Az egyik, hogy azt ott egy kicsit rövidre zártad szerintem azt a gondolatot, ezt a Bethlen ügyet. Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy Bethlen antiszemita volt. Ez ügyben már ugye Ignáccal is több ízben sikerült rendesen összevesznem, de akkor most itt is vitatkozni fogunk ezzel. Mégpedig ilyen 19-20-as Bethlen szövegekből egyértelműen lehet látni, hogy Bethlennek a, hogy mondjam, a zsidókkal, vagy a magyarországi zsidósággal kapcsolatos érvelései lényegében a későbbi első zsidó törvénynek az érveléseivel azonosak. Más kérdés, hogy közben a 30-as években a Bethlen, mint ilyen rendes anglofil ember elkezdett egy kicsit aggódni a növekvő náci Németországtól, de azt hiszem, hogy ezt nem a filoszemitizmusával tudjuk magyarázni. A másik pedig az, hogy ez a bizonyos magyar-román együttműködés,
emögött épp egyfajta ilyen etnokratikus világkép van, amennyiben, hát részben az etnokratikus világkép, részben a cseh demokrácia utálata. Tudnélik, az a probléma, hogy ugye ez a román-magyar együttműködés, ez ugye annak a gondolatnak a része, hogy itt úgymond a szláv tengerben itten senyvednek ugye a magyarok és a románok, és ezért kell nekik összefogni, egyébként már Tisza István is mondott ilyeneket. Tehát ennek van valami fajta olyan gondolata, ami a 20-as, 30-as években egyértelműen Csehszlovákiától, mint a, hogy mondjam, bűnös nyugati liberalizmus központjától való igazi félelem. Tehát még a románok is jobbak, mint ne adj Isten a Prágából fújó liberális szelek. A másik kérdés, hogy a, nem is tudom, mi volt a másik, amit mondani akartam, úgyhogy ezt most elfelejtettem, úgyhogy most abba hagyom. Igen, hát akkor az előkérteiddel hadd. Sajnálom, de azért hadd egyik azok a sorra. Hát figyelj, sajnos 19-20-ban sok volt az antiszemita. Ez egy percig nem vitás. Például meg gondoljuk Szegfüre. Hát a három nemzedék az egy meglehetősen antiszemita könyv, szelektív antiszemitizmus jellemzi. Az egy perc innenvitás. Miután ezt megértem a századokban, ki is tiltottak egy időre a századokban, amit nagyon jól szorakoztam. Hát Istenem, ilyen nehéz az élet. Na most, én Bethlen Istvánnak az életművét nem igazán ismerem. Az viszont tény, hogy ez a társadalmi antiszemitizmus, ami 1920-ban fellobbant, ez is szépen elült. Hát Kosztolányi is írt csúnya cikkeket. Zolnai Béla is. Na most Zolnai Bélát megkopintotta valaki, akkor a hétben akkor többet nem írt. És ezek az emberek, ezek mind szembefordultak az antiszemitizmussal. Úgyhogy Bethlen István is pontosan ezt tette. Na most itt nem arról az, hogy te nem tudom, kinőtték, azt lehet mondani, mint ahogy az ember mondjuk kinőve egy kis cipőt, vagy egy kellemetlen eszmét, ami lassan rájön, hogy ez egy marhaság volt. Hát Bethlen Istvánnak van egy nagyon érdekes interjú a Pester Lloydban. Már pontosan nem azt, hogy a Pester Lloyd átvette, egy német náci lapnak nyilatkozott. Egy büdös buk nincs az nincs a zsidókról. A következőt mondja, vannak problémáink. És pedig az, hogy nem vagyunk eléggé iparosodottak, na most Bethlen egy valamit érzékelt, mint falusi ember, a falusi antiszemitizmust. Ami megint más, mint a tudós városi antiszemitizmus. És Bethlen hosszasan fejtegette, hogy igen, az iparosítással ezeken a problémákon majd túl lehet lenni. Na most tudtam, hogy a 38-ban Bethlen nagyon élesen felszólalt a első zsidó törvény ellen. Nagyon keményen. De az nagyon szép, hogy mit tudom én, Bartók Béla, meg Zilai Lajos, hát egyébként Zilai Lajos kezdeni ezt az aláírást, aláír, meg nem tudom mi, az jó. De a parlamentben nagyon élesen és nagyon határozottan felszólalt ellene, és ez nem egy ilyen hirtelen mondjuk megvilágosodásnak, hanem szerintem egy szellemi érésnek is a folyamata, mert rájöttek arra, hogy nemzeti öngyilkosság az antiszemitizmus. Na most, Kerényi Károlynak van egy nagyon érdekes cikke, hogy Magyarországon nagyon eredetes módon nem szeretnek úgy idézgetni. Tudnék, de szépen kifejti Kerényi Károly, hogy hát igen, ezek az egyetemi tanárok egy része is antiszemita volt, és amikor jött az első zsidó törvény, és rájöttek, hogy élesbe fordul a dolog, akkor sürgősen felhagytak vele. Hát gyakorlatilag ez a magyar antiszemitizmus egy kicsit olyan volt, mint a mai köznyelben a bazd meg. Úgyhogy mikor rájöttek, hogy ennek következményei vannak, akkor például Szabó Dezső is megírta az antijudaizmusnak a bírálatát.
Na most, ez a magyar-román együttműködés, amiről itt szó van, hát ez egy sokkal komplexebb dolog, mint a cseh demokráciának a szeretete vagy nem szeretete. Hát a cseh demokrácia az egy nagyon kedves demokrácia, amely szintén antidemokratikus alapokon nyugodott, mert ugye nem a Wilsoni elvek alapján jött létre, tudtommal, ez a, mint a demokratikus állam, csak mondjuk ezek a cseh politikusok ügyeskéjük voltak, és kitanulták a megfelelő hatalmi technikákat. Ez rendben van. Hát azért politikus. Na most azért a románoknál vigyázni, a politikában van két fő áramlat. És pedig az egyik, money. Money. Aki, meg majd a Vojvod is a maga módján, csak ez egy nagy opportunista volt. Money-ról a következőt írja a szerb követ. Magával hozta hazájából, az alkotmány régi hazájából, az ezer éves alkotmány tiszteletét. Na most ezzel lehet vitatkozni a szerb nagykövet, hogy látta az ezer éves alkotmányt, ebben éltek. A magyar alkotmányosságot átültetni. Tehát Mánionak az volt az elképzelése, alkotmányos királyság, ami azt jelenti, hogy erős miniszterelnök, erős törvényhozó hatalom, és a király az, nem, az csak uralkodik, és nem kormányoz. Na most ezzel szemben ott volt a másik, a régi román oliberális társaság, amelyik hát persze a király hatalom mögé bújva egyfajta ilyen király diktatúrát, mondjuk erős elnöki hatalmat gyakorolt. Na most ez a törés, ez nagyon éles volt egy ideig, hát azért ne felejtsük el, hogy Mánuék nem mennek el a koronázásra 23-ban. Nem mennek el a koronázásra. Nem megy el, az alkotmányt nem akarják elfogadni. Aztán utána összerázódnak, ottan egyesülnek különböző ilyen pártokkal, ilyen félig szocialista beállítottságú parasztpárt félével, aztán létrehoz egy nemzeti parasztpártot létrehozzák Mánuék, ez a nemzeti parasztpárt, ez az alkotmányos királyságot képviseli, szemben a királlyal, aki termelesen azon törte a fejét, hogy ezek a pártok elhasználódnak, Romániában nem lehet csak diktatúrát, diktatórikus módon uralkodni, úgyhogy csináljuk most csak szépen királyi diktatúrát. Úgyhogy ez a románok is jobbak Prágánál, ez nem egészen így van, egy valami szerepelt azért, ami ebben a politikai spekulációban. A Teleki Pál, Betlen István, ezek ismerték a románokat. Ismerték a román parasztokat. Ezek pontosan tisztában voltak azzal, hogy a román paraszt az nem utálja annyira a földes urat, ahogy az a tankönyvekben bele van írva. Nagyon jó ki tudtak jönni a román paraszttal. Hát csak nagybátyámra emlékezem, hát ugye már elvették a kastélyban, már beköltözött egy stróger, megy a román erdészen az erdőben, mert még nem rúgták ki teljesen zsiborról, megy előttük a pártitkár, aki beköltözött a kastélyba. És akkor mit szól, az mit mond az erdész? Na fogja csak meg, kegyelmes uram, a puskámat. Átadja nagybátyámnak a puskát, és úgy sem berúgta az erdészt, vagy az a pártitkárt, hogy az szépen megemelkedett. Úgyhogy a román parasztok az nem egészen úgy volt az. Na most már ezek tisztában voltak Betlenék, hogy ki tudnak jönni ezekkel az emberekkel. Ha megvan egy román értelmiségi társaság, amelyik ezeket a parasztokat nem vezeti elemük, akkor ott szépen el tudják osztani hatalmat. Ezt soha nem fejtették ki. Minek? Mert amit az ember tud, arról nem beszél. Nota bene, Ritók Emmának az emlékiratai nagyon érdekesek, mert Ritók Emma gyanakodott Betlenre, mivel Betlen még a románokkal is ki tud jönni, és Erdély fejedelme akar lenni. Na most ezek nagyon jelenetes dolgok, és ezek úgy ellenmondanak sok olyan képzetnek, amelyeket például Nagy Tibor Péter is képvisel. De ez nem baj, mert az eszmés újlódásából jön ki valami új. Az viszont valóban tény, hogy a szláv tengerrel manipuláltak. Hát miután a szlávok nem azzal manipuláltak, hogy idejöttek ezek a rohadt magyarok, és itt meghiúsították a nagy szláv egységet. Hát mindenki fújta a maga nótáját. Nota bene, Tisza István nem csak így közelítette meg a dolgot. Tisza István, most Nagykovácsiba vagyok,
Egyszer volt Nagykovácsiban egy mennyegző, valami az egyik sarolta, nem tudom ki, ez ment férjhez, és Betlen Tisza István kvázi majdnem gyűrűalmot kapott, és neki ment az erdélyi arisztokrata cimboráknak, mondván, hogy hatalmas bűnkövettek el a románok ellen, hogy oláhozzátok őket. Mert társadalmi közeledésre van szükség. A társadalmi közeledésre magyarul azt jelenti, hogy élt az a mondjuk illúzió vagy vágy, és mondjuk lehetőségünknek a lehetősége, hogy ezek a mondjuk földbirtokos osztályok, meg kb. A románok is megtolasztottak, Mánulnak is volt birtoka, úgy, mint a középkorban románok és magyarok, úgy bizonyos nagy kérdésekben ellen tudnak állni, és nem akarják etnikailag felosztani az országot. Én meg kell mondjam, nagyon meg lettem volna elégedve, hogyha Mánul Magyarország miniszterelnöke. Az karakán fiú volt, és amikor meghalt szegény, mert halál előtt, pardon, itt is voltak, ezt egy kisgazda barátom mesélte Mánulnak a híve, éppen a bukaresti szekuritáti levéltárában barátkoztak össze. Mánió utolsó szavai, hogy igen, milyen szép szemei volt a Klárának. Klára az a Szilárd-Somlói Patikusnak volt a lánya. Na most Mánió nem vehetett feleségül, mint nemzeti vezére magyar nőt, mert akkor összeomlik a világ és elveszíti a becsületét a román parasztok előtt. Úgyhogy ha ez a társadalmi közeledés megvalósul, ennek a vágya élt ezekbe az emberekbe, és nem csak ilyen politikai képzetek voltak, hanem szerintem ilyen mélyebb emberi rokonszendek is. Hát már jó nem vehette feleségül a Szilárd-Somlói Patikusnak a lányát, Nagy Románia megteremtője lett, és utána becsukták, és a börtönben felfalták a tetvek, és ahogy szoktam mondani, a Tisza, miután elárasztotta azt a helyet, ahol eltemették, visszahozta a hazájába. Na most, ahogy hadd letyálják valamit, Mánul volt. Hát Mánulnak szegénynek be kell térni más nőkkel, mert találkozom egy román barátommal, és kérdezem, aki mindent tudott, de kérdezem, hogy te ez a Mánul homoszexuális volt, vagy nem? Mert akkor éppen egy ilyen román antimánulista írt egy könyvet, hogy Mánul a debreceni buzi iskolába járt, és ott a debreceni buzik teljesen megrontották a református kollégiumban. Na hát kérdezem a román barátomt, hogy ha hogy van, Mánul homoszexuális volt, vagy nem? Micsoda? Micsoda mondja? Vagy hogy? Hát Mánió az én nagyapám. Hát nagyanyám volt a szakácsnője Mániónak, és így lettem én. Úgyhogy ezek rettenetes szomorú és keserű dolgok. Meg kell mondjam, hogy Vajda Vojevod, aki Ferenc Ferdinándnak volt például a Samesza, hát mondjuk, hogy műhelyéhez tartozott, mondjuk így. Hát azért majdhogy nem kiérződik valamiféle magyar-román királyság iránti és monarchia iránti nosztalgiát. Amikor, hogy elmereng azon, hogy hát igen, a magyaroknak azért négy zsenie volt, Petőfi és Adi, Kossuth és Tisza István. Szóval ezek sokkal mélyebb kötődések, természetesen rengeteg ellenerő van, de nem csak a cseh demokráciának az utalás utálatáról van szó, és visszatérve Betlen antiszemitizmusára, ezek kinőtték, mint valamiféle ilyen gyerekkori vagy ifjúkori hobortot, vagy minden járványt, ami a 20-as évek elharapózott. Hát azért az antiszemitizmus az egyfajta ilyen járvány. Egy vírus hol felerősödik, ha a szervezet erős legyőzi, ha a szervezet nem elég erős, akkor nem tudja legyőzni. A 20-as években nem voltunk túlságosan erősek, a 30-as években már azért ez az értelmesebb politikai elit magához tért. Mondom én. Nem tudom, mit mondasz te. De nem tudom, hogy folytassuk ezt a gondolatmenetet, vagy ugorhatunk. Mert ha nem akarsz erre reagálni? Én nem, hogy mondjam, mondjuk így, hogy Betlen ügyben nem vagyok meggyőzve, közben eszembe jutott viszont a másik dolog, amit mondani akartam, és pedig az, hogy mintha ennek a, én nem nagyon, vagy nem mélyen ismerem mondjuk így a román eszme történetet, de a, mondjuk így, hogy a, mondjuk a magyar
Hát mondjuk így, hogy a magyar szélsőjobboldali publicisztikának a mondjuk így az ideológiai koherenciája, vagy az ideológiai mélységét, hát én ugye egy ilyen radikálisan gyengébbnek érzem. Tehát, hogy minthogyha ezek a román értelmiségieknek a, hogy mondjam, valóban az irodalmat nem tudom, de azt lehetne mondani, hogy még a tudományos munkásságát is érdemben áthatotta valamilyen értelemben ez a vasgárdista gondolat. Csak hogy egy, hogy már elnézést, egy ilyen teljesen szubjektív történetet elmesélek, hogy a 80-as években Isten bizony semmit nem tudtam Eliade életrajzáról. Tehát a valamilyen ilyen vallástudományi érdeklődésem volt éppen, és bizonyos értelemben ugye maradt is, és akkor egy kézbe vettem így a 80-as években megjelent, az ókori vallásokról, meg ősi vallásokról megjelent ilyen Eliade könyveket angolul, és én ugye olvastam, és egy idő után azt mondtam, hogy hát ez egy náci. Tehát annélkül, hogy azokból a könyvekből bármifajta, hát hogy mondjam, közvetlen politikai utalás, vagy bármi más lett volna, ennek az organikus világszemlélet valami olyan erővel tört át, amiről én a 80-as években mindenféle, hát, hogy mondjam, életrajzi tudás nélkül a nácizmusra, mint hát a, ugye egyfajta ilyen organikus világszemléletre asszociáltam. Na most ez önmagában nyilván nem bizonyíték, hogy én erre asszociáltam. Itt most csak azt mondanám, hogy míg mondjuk a magyar szélsőjobboldali értelmiségieknek, hát, hogy mondjam, eszmetörténetileg nem nagyon értelmezhető a munkásságuk. Tehát nehéz lenne a, hogy mondjam, Milotai Istvánból a, hogy mondjam, bármifajta gondolatrendszert kibontani, addig mintha ezek a román nácik, ezek a, hogy mondjam, szóval ilyen német nácikkal, szóval ilyen Heideggerekkel párhuzamba állíthatóak lennének abban az értelemben, hogy ennek van egy ilyen, hogy mondjam, mélyebb vagy értelmiségibb tartalma is, ha jól értem. Hát biztos, hogy jól érted, de mondjuk ha még kózaiabbra fordítom a dolgot, hát még a magyar szélsőjobboldalnak az élén hát harmadosztályú figurák álltak. Nem igazán ismerem ezt a... egyszer ugdolottam le az igazság. Az román vasgárdista sajtót azt végigolvasgattam. A magyar szélsőjobboldali sajtóba belenézegettem, és hát émeítő, undorítóna. Sértő Kálmára haragszom a legjobban, mert Sértő Kálmán azt mondja, hogy én ismerem a zsidók titkait, együtt voltam a zsidókkal, és ismerem a titkaimnak százezreit. Na most egy rohadt titkot legalább elárult volna a zsidó titkokból, azt még nagyon jó néhány vettem volna, de hát sajnos nem. Úgyhogy én nem igazán studíroztam ezt a dolgot. Na most, hát a román antiszemitizmusnak nagyon mély gyökerei vannak. Hát gondolj, a Vasgárda, pontosan a Szent Mihály Arkangyal légiója 1927-ben alakul meg. Öten alapítják, pontosan hatan, és aztán ottán egy egymilliós táboruk van. Na, de emögött ott áll a román vasgárd antiszemita fiatalság. 22-ben ott le kell állítani az egyetemi évet, mert ott szétverték a fiatalok országszerte a különböző egyetemeket. Na most, nem az az érdekes, hogy a fiatalok, hát egye fenne a fiatalok. De hát a professzorok. Hát az Indulin feltalálója, akiben most nem ideszem van neve, Nobel-díjra fel akartak meg terjeszteni, egy micsoda, hát az egy Kodránú cimborájával, mocával együtt szerkesztik a Cion bölcseit, amelyet még úgy fordítanak le, hogy különböző román tapasztalatokkal
bővítik. Hát most csak egy ilyen román tapasztalat jut eszembe például, és ebben két professzor hozzá dolgozik, meg egy jogász is, Kolozsvárt. Hát például mondjuk ilyen tapasztalat az, hogy miért nincsen részeg zsidó, és miért van sok részeg román. Hát azért van, mondja Mozart, mert a zsidók leíthatják a románokat. Na most tele van ilyen bölcsességekkel ez a könyv. Hát ez egy kis hatán, meg is vettem, mert nagyon hasznos könyv, mert annyi sok mindent meg lehet belőle tudni. Na most né, igen, hát ezek például Vajka, a filozófus. Hát az olvassa Heideggert, Eliade, olvassák Heideggert. Ezek egy húron pendülnek. Ez egy képzett művelet társaság. Most, hogy mi viszi Vajkát a Vasgárdához, a jó Isten tudja, de egyszer csak kiköt a Vasgárdánál, és megírja az ő cikkeit. Hát azok hátborzongatóak. Legyetek félelmetesen jók. Magyarul azt jelenti, hogy gyilkoljatok nyugodtan. Hát meg is gyilkolták Nikolaj Jorgát, a vasgárdisták, amikor hatalmon voltak. Merjetek középszerűek lenni. Hát szóval végig. Isteni kegyelem alatt álltok, és nem a törvény alatt. Ami magyar azt jelenti, hogy azt csinálhatok, amit akartok, mert a törvény nem vonatkozik rátok. Na most, ez a társaság, igen. Náci volt-e, a fejelméletet ilyen mértékben, mint Hitler nem kultiválták. Pontosabban azért elkezdték, mert visszavezették magukat a dált ősökre, és még Eliade a végén, hát majdhogy nem rehabilitálja az SS-t. Amikor azt írja a Labirintus próbája című könyvében, pontosabban mondja, hogy az SS az nem csinált mást a koncentrációs táborokban, csak azt, amit az inkák. Amikor ugye ottan az ember áldozatot kiirtották a nem tudom milyen megfontolásból, az istenekhez felküldték a különböző hírnököket, vagy nem tudom milyen hatalmas nagy mészárlásokat csaptak, amitől a spanyolokat a hányigért kaptak mindig ezeket az inka oltároktól. Szakrális munkát végeztek. Na most ez egy hátborzongató dolog, ezzel legitimálja. Másrészt Eliade ír egy novellát, hogy ott van egy színjáték Buchenwaldban, amiben az derül, hogy az igazi zsidók azért mégiscsak a románok, mert ők szenvedtek a legtöbbet. Úgyhogy ott vagyunk a szenvedéskultusz, szenvedéskultusznál, a misztikánál, és ott vagyunk a kollektív üdvözülésnél, ami megint Daniel Barbus tötthöz szóvá tette, aki katolikus hazafi román, európér, hogy van egy ilyen képzet, hogy a nemzetek majd külön üdvözülnek Isten előtt, és mi, akik szenvedünk, azért nemzetünkkel együtt üdvözülünk Isten előtt. És notta benne ezt egy nagy román teológus, 90-ben Stanislavai elmondta a román Szabad Európában, ő megkérdeztem a szerb papot a levéltárba, hogy most hogy van ez, hogy itt a magunkra itt a kollektíven üdvözülnek, hát mit kellene ezt csinálni, hogy megjelenjenek minden szerb nemzet Isten előtt. És azt mondja, fiam, ki mondta neked ezt a marhaságot? Na most, ez, ha mondjuk eszmetörténeti árulatot keresünk, ez ott van a középkori templomok falán, a románok automatikusan üdvözölnek, mert harcolnak az oszmánok ellen, és a vasgárdisták automatikusan üdvözölnek, mert harcolnak a sátán, és a sátán zsidó megbízottai ellen. Úgyhogy ilyen értelemben azt még hozzá kell tenni, hogy valóban a náci mozdulat az ott jön ki a mániákus antiszemitizmusnál. Tudnék néha, a fasizmus eleve nem antiszemita. Mussolini nem volt antiszemita 38-ig. Hát az olasz fasiszta párt tele volt zsidó tagokkal. Amikor megtartják itt a fasiszta világkongresszust, akkor a románok azok, akik azt mondják, hogy az antiszemitizmust fel kell venni a programpontok közé. És ott vitatkoznak az olasz és a spanyol fasisztákkal. Tehát itt ez az ősi román, mondjuk antiszemita beidegződéshez, Bizony, előbukkan. Na most az érdekes az, hogy egy ilyen, ezt még Nolte írja, hogy a román fasizmusban az érdekes, hogy ott van a modern fasizmus, ezt hozzák az értelmiségiek, Csorán, Eliade, Vajka, és ott van az archaikus vonal. A vérvádban való hit.
Hát ott megjelent az 1790-es évben egy román könyv a Vérvádról, Vérvádat valva. Hát azt bevezették az iskolákba a 20-as évek elején, aztán gyorsan kivezették. Az előbb beszéltem az inzulin feltalálójáról, hát az hosszasan ecseteli, hogy a zsidók hogy készítik a keresztények véréből ezt a salátát. Hát az, a YouTube-on ilyen kvázi tévéreklám, nagyon képletesen mondja el. Csak az embernek nem biztos, hogy van gusztusa végigolvasni ezt a marhaságot. Na most igen, hát itt a román fasizmusnak ez a sajátossága. A németeknek fel kellett eleveníteni ezt a különböző régi mitosz meg egyéb marhaságot, a románok nem. De ott volt, hozták a falusi világból. És ne felejtsük el, mit mond Kemény Zsigmond, mit ír 1849-ben, amikor a zsidó emancipációs törvényt előkészítik? Szörnyű dolgok vannak a falusi nép képzeteiben a zsidókról eldugván. Úgyhogy itt a népi antiszemitizmus csalálkozik az értelmiségi antiszemitizmussal, és ebből ki egy kemény nácizmus. Hát most már eszembe jutott a különböző rémtörténetek, de azokat nem mondom el, mert mégis vasárnap délután van. Azt hiszem, ez a nincs több ehhez kapcsolódó kérdés, akkor talán én egy további lépést javasolnék, hogy a nem mondtam még el, nagyon logikus ennek a második kötetnek, vagy második vadgárdás kötetnek a szerkezete. De először a legionális gyarok a másodvirágzás, utána a siker és a siker ára, utána az egyik nagy alfejezet címe az, hogy bosszúról bosszúra, majd utána, és ez az, ami most engem, vagy azt javaslom, hogy még erről egy kicsit beszéljünk, ugye ez a mi legyen a legionális munka. Tehát, hogy ez ugye említetted talán még a beszélgetésünk elején, hogy most van egy ilyen újrafelfedezése, vagy újjászületése, vagy valami ehhez hasonló, a valami politikai nevben. Hogy most volt ez, hogyha az egész kommunista időszakban, tehát most ugye mondta 64-ben, valószínűleg azért van a könyvednek a kronológiai határa 64-nél, mert ugye, hogy politikailag ott zárják, hogy kiengedik a még meglévő legionáriusokat, ugye? Hogy, tehát így van. Ne ott. És hogy megy azt a kommunista időszak különböző periódusaiban ez az örökség? Hát nem. 56-ban van egy radikális fordulat. Akkor visszajönjük 40-es évekre. Először is, amikor a kommunisták visszajönnek Romániába, akkor kötnek egy választási szerződést a legionáriusokkal, hogy nem bántják egymást. Utána pedig nekiállnak és a legionáriusokat felszámolják, mert a kommunistáknak szüksége van ellenségre. A 56-ban egy radikális fordulat, és pedig a Hruscsovi 20. kongresszusi beszéd, és akkor elő kell venni a nacionalista kártyát, ezt megmondja a gyordüdés. És ezt fokozatosan veszik elő. Viszont 56 után a legionáriusokat, a volt legionáriusokat irgalmatlanul bebörtönzik. Szóval aránytalanul, mit tudom én, Dinu Pilat ír egy közepes legionárius regényt, ami nem is legionárius barát. Nem is igazán, ki is derül, nem is ismeri igazából a legionárius sajtót. És ennek ellenére az ember kap 25 évet. Nolka 25 évet, mert mit tudom, Csoránnal írt egy levelet 56-ról, egy levélváltásba bonyolódott. Tehát a kommunisták gyakorlatilag őket felhasználták arra, hogy leplezzék a nacionalizmusukat, hogy ime, mi a legaljasabb nacionalistákat becsukjuk, üldözzük, mert versenytársak, és 64-ben azért a nemzetközi nyomásra kiengedik, hogy Romániában már ne legyen politikai fogoly. És viszont akkor megindul egy másik folyamat, a Romániának a visszalegionalizálása. Abban az értelemben, hogy a legionális ideológiának az egyes elemeit felcsipegetik. Például a dák kultuszt. A dák kultuszt. Mi most dák harcosok vagyunk. Már végén odáig jutottak, hogy majdnem dák nyelven beszéltünk, nem jött a francia nyelvi hatás. És hát
Ceausescu-ra ezt mondják, hogy így volt legionárius, úgy volt legionárius, de a Ceausescu mit énekelt a végén, amikor hátulról lelőtték? Az internacionálit. Úgyhogy gyakorlatilag létrejött egy ilyen hibrid, valami Michel Onfray-nak, ennek a francia gondolkodónak van egy érdekes képlete, ami a következő. Kommunizmus egyenlő fasizmus minusz Isten. Fasizmus egyenlő kommunizmus plusz Isten. Na most ez egy félrevezető dolog, ha úgy vesszük, de nagyon sok igazság van benne. De sokkal több az érintkezési pont, mint ahogy azt is szeretik feltüntetni. Úgyhogy a legionáris múltal mi legyen? Hát most szenvednek, és a szenvedéseiket tartják nyilván, és most megindul egy rehabilitáció, hogy mennyit szenvedtek. És ez az AUR nevű párt, ez úgy tűnik, hogy nagyon felkarolja a legionárius múltat. A probléma csak az, hogy ez előbb-utóbb kompromittáló lesz, mert ezek a legionáriusok annyi butaságot tudnak össze-vissza fecsegni, hogy ez nem lesz jó. Úgyhogy a legionárius értelmiségieket, mint Lojkát, meg Csorán, meg Eliádét veszik elő, és óvatosan Szordinóval. De ez nagyon óvatosan teszik. Úgyhogy mi legyen a legionáris múlttal? Hát nők azt mondják, hogy meg kell érteni ezeket az embereket, és Európában egy baj van, hogy a kommunista múltat nem ítélte el. Elítélte a fasizmust, de a kommunizmustól nem határolja el magát. Úgyhogy ez itt a nagy probléma, hogy gyakorlatilag ők a kommunizmussal legitimálják a legionárius múltat. Nehéz ettől elszakadni, mert rengeteg értelmes, komoly ember fiatal korában tagja volt a rokon szenvedett ezzel a mozgalommal. Úgyhogy hát én talán idézetnek a vége felé talán jó lenne Ernst Jüngert idézni. Ernst Jünger egy elég fasiszta író volt, szembefordult aztán Hitlerrel, hitlerellenes regényt írt, de kezdetben rokon szenvedett vele. Aztán a 102 éves korában halt meg, nem is van, mint egy 10 vagy 15 éve. Most Ernst Jünger a következőt mondja. Egy ködös reggelen egy mocskos vasúti állomáson felszállsz a vonatra, mint kommunista vagy fasiszta. A kérdés, hogy meddig utazol. Na most ezek úgy nagyjából együtt utaztak, és most éppen a volt legionárisok, akik egész jól kidőttek időnként a kommunistákkal, most ezzel legitimálják magukat, hogy ezek a kommunistákat nem ismerik el, vagy nem határolják el magukat, ezek a legionárisokat bántják, úgyhogy megint egy ilyen szenvedés pozban vannak, és az emberek szeretik a szenvedőket. És együtt lehet bizonyos fokig érteni, az emberek megszánják a szenvedőket, hát végül is a szenvedés az szánalomra méltó. Úgyhogy, hogy mi legyen a legionáris múlttal, azt a mai napig nem tudjuk. Majd kiderül. Uh-huh. Azt hiszem, most itt legyen a hozzászólás, aki lehet a tere. Valóban. Hát... Közönség. Ha-hó. Most csak esetleg, amit gondolkodok, még az jutott eszembe, hogy arról van egy képet, hogy a közoktatásban, mondjuk a középiskolákban manapság, tehát a 89-90 után azt az egészet hogy tanítják. Tehát mondjuk, amikor a vasgárdisták és a király konfliktusáról van szó. Ez hogy jelentkezik, hogy egy középiskolai oktatásban? Mégis az Antonescu-nak a bekövetelem, tehát ez ki a pozitív főségű mondja, ha van. Hát de fogalmam sincs, mert csak az alatt a középkorra vonatkozó tankönyveket vettem meg, és csak adtam el a mai napig. Fogalmam sincs.
Viszont vannak a román tankémekben hátborzongató dolgok, hogy mit tudom én, a magyarok nem voltak elegen, ezért betelepítette még a szászokat is, hogy a román egységet megbontsák. Szóval ilyen marhaságokat azért jócskán találunk, ezek vasgárdista ideológiában is szereplő mozzanatok. De arról, hogy ezt hogyan tanítják ma, fogalmam sincsen. A történetírás, hát én meg kell mondjam, a történetírással nekem különösebb bajom nincsen. Tárgyszerűen leírják, persze vannak, akik ide vagy oda húz a szívük, de az Antonescu kultusznak is úgy látom, hogy nagyjából már vége van. Az Antonescu kultusz akkor volt érdekes, amikor Mihály király Romániába vissza akart jönni, és akkor ugye Iliescu lett Antonescunak a nemzetmentőnek a alter egója, és hát Károly király pedig meg ennek a korú gazembernek a leszármazottja. Úgyhogy itt az Antonescu kultusz is azért, mintha alább hagyott volna. A Mário kultuszra azzal teljesen egyetértek, de már az se érdekel nagyjából senkit. Úgyhogy nem, itt ami egy átütő erőt és olyan kimér érzelmeket kiváltó valami, az a vasgárda, tudnék a szenvedés. Ott van a szájt, a börtönök szentjei, a interneten, ahol derék vasgárdista papok szerepelnek. Aki meg kell mondani, hogy soha nem tagadták meg Kodreánot. De volt valami próbálkozás, egy ilyen formális tudom rehabilitációjára a Kodreánónak? Hogy... Arra nincs. Arra egyáltalán nincs. Felvetődött a szentelhatás, minden, de arra nincs, mert nem tudják, hogy hol van a teteme, úgyhogy arról szó sincsen. Szóval azért a román politika annál sokkal bölcsebb. Azok, akik meg szentként tisztelik, hát mit most? Említett Dóru barátom elvitt a vasgárdista templomba, és megmutatta, hogy hol állt Kodreánó, mit tudom, mondjuk a moca koporsóját ott úrnak indították. Szóval persze, hát vasgárdista körökben Kodreánó egy szent. Na, nota bene, a 56 után letartóztatott vasgárdista között van egy a Niku Steinhardt nevű zsidó író, aki tudatosan vallotta magát vasgárdistának, soha nem tagadta meg zsidóságát, és Kodreánót kvázi szentnek tartja. Szóval vannak ilyen furcsa csudabogarak. Akiket mi szeretünk, mert csudabogarak, és jaj, de értekesek. De igazából exotikum. Most jön fel valahogy az Aur nevű párttal, ottan annak a farvizén valahogy. De a tankönyveket mindenképpen megnézem, ezt nagyon köszönöm. A tankönyvügyről jutott eszembe, hogy a Szabolcs Otto megírta az Edukációban a tankönyv egyeztetésekről szóló, hát kvázi emlékiratait. Hol? Az Edukáció című folyóiratban. És hát abban azt írja, hogy tulajdonképpen gyakorlatilag az összes, tehát mindenkivel kötött, sikerült valamilyen mértékben a 80-as években valami fajta tankönyvegyezményt kötni, kivéve Romániával. Tehát, hogy ugyan van egy olyan, hogy mondjam, jobboldali narratív, ami szerint hát az összes volt utódállamban hát súlyosan hát nacionalisták voltak a tankönyvek, de hát ott ebből az emlékiratból egyértelműen úgy tűnik, hogy lényegében minden innen, tehát a csehszlovákiai tankönyvekből, a ukrajnaiakból, a jugoszláviaiakból sikerült kiiktatni azokat a gondolatokat, amelyek a magyar történettudomány szemében a legsérelmesebbek voltak. Például, és hát ezért ugye meglepő dolgokkal kellett néha fizetni. Tehát például ezért tűnt el Oroszország a gyarmatosító nagyhatalmak közül.
mert a szovjetek azt kérték, hogy a cserébe, hogyha magyarok nem rosszalkodtak Ruszinszkóban, akkor cserébe Oroszország nem gyarmatosította Szibériát. Ottó meg azt mondta, hogy nektek legyen mondva. Tehát, hogy ennyi. De hogy a románokkal gyakorlatilag semmilyen ilyen megállapodásra nem sikerült jutni. Nagyon jó, nagyon köszönöm, mert még ott voltam a tankönyv egyeztetések indulásakor a Magyar-Román Történész Vegyes Bizottságban. Ezt így is hívták valahogy életre. Ezt azt hiszem, főleg Csatár intézte, valahogy jó volt ennek a motorja, valamikor 75-74 körül. Össze is ült itten Budapesten, hatalmas egy delegációval vonultak fel a románok, külön munkabizottságok alakultak, hogy egyeztessék a tankönyveket. A plenáris ülésen Szabolcs Otto tartott egy előadást, ami olyan dodonai volt, mert a Szabolcs Otto azt fejtegette, hogy ahhoz, hogy a ismeret szintet megemeljük, ahhoz nagyobb elméleti felkészültség kell, de ahhoz, hogy nagyobb elméleti felkészültség legyen, ahhoz több ismeretre van szükség, és ez egy ördögi kör, úgyhogy Elekes a végén, miután kicsit Elekes Lajosnak ezt a dodonai beszédmódját utánozta, ezt Elekes nagyon nehezen tolerálta, és nagyon ingerülten nézett rá, úgyhogy akkor ott abba is hagyta ezt a bölcs fejtegetést, aminek természetesen semmi értelme nem volt, de ez nem baj. Na most ilyen két-három fős bizottságokká két-két román tárgyalópartner, két-két magyar tárgyalópartner állt fel. Hát kezdem a kontinuitásnál, ami nagyon hamar befejezte ott a bizottsága működését. A román delegációban benne volt Radu Popa, egy kitűnő középkorász, kitűnő román régész. A románok, hát ugye arról volt szó, hogy a kontinuitás az kerüljön be a magyar tankönyvekbe, és hát Radu Popa később bevallja, hogy ő rögtön avval kezdte, hogy ne. Semmi értelme sincs, hogy itt egymást meggyőzzük, pontosan tudjuk, hogy az álláspontok kizárják egymást. Valahogy fogalmazunk meg úgy, hogy mégis a kompromisszumnak a lehetősége megmaradjon, és a jövő felé nyissunk egy kaput. Tehát ne legyen egy éles konfrontáció. Na most Radu Popa egy becsületes történész, mert ő nem mondja, hogy a kontinuitás, hogy ilyen vagy olyan bizonyítékaink vannak, hanem azt mondja, hogy én hiszek benne. Meg valószínű, hogy így, meg valószínű, hogy úgy. A bizalmas román ülésen, kémen jelentése szerint, Pascu, a főnök azt mondja Radu Popának, hogy na, miért nem hozta fel az érveinket a kontinuitás mellett? Mire mi volt Radu Popának a válasza? Azért nem, mert nincsenek. Úgyhogy ez a rész a tankönyvvitának befejeződött. Én a 19. századi bizottságban voltam Aratóval és Kemény G. Gáborral. Na most ott azon folyt a vita, hogy a románok 1848-49-ben nem voltak az ellenforradalom szövetségesei, hanem azért pontosan olyan forradalom volt a román forradalom is, mint a magyar, és sajnos a két forradalom egymással szembe került. Na most Arató azt mondta, hogy nem, ezek 1848 őszétől már az ellenforradalom szövetségesei. A románok azt mondták, hogy ez nem jó. Hát én meg ottan tolmácsolgattam az üzeneteket, és Kemény G. Gábor pedig úgy mellé beszélt. Mert Kemény G. Gábor azt szerette volna, hát ezt a régi román barátunk mondta, hogy megjelenjen a könyve románról, Mocsáriról. És hát Gábor ott a mellé beszélt, hát a Gábornak a ismerjük a beszédmódját, azt általában nem lehet érteni. Például csak tartott egy félórás előadást, amit senki nem értett, de Hopp Lajos megmondta, hogy az volt az értelme, hogy a monarchiát kárból szétverni. Hát szóval Gábor mestere volt annak, hogy sokat mondjon, de nem mondjon. És adott pillanatban azt mondja Gábor, hogy amikor szomorú vagyok, akkor Eminescu költői hullámzására gondolok. Na most abban a pillanatban bezuhantam, hogy természetesen ilyen kerekasztalnál ültünk, bezuhantam a padán, annyit röhögtem. A románok is fetrengtek a röhögéstől. Aratul dühös volt, hogy Gábor miért beszélni marhaságot. Gábor meg úgy elnézett. Végül is nagyon barátságos módon véget ért ez a beszélgetés, és az érdekes az, hogy a Magyar-Román Vegyes Bizottság mindig fennmaradt. Tudni, hogy a román fél valahogy tájékozódni akart, hogy mi van a magyar feltájon. A magyar feltájt is érdekelte, hogy mi van a román félnél, úgyhogy ez egész jól működött,
A tankönyv dolgok természetesen nem jött vidékre semmi, viszont meg kell mondjam, hát a protokoll hablatyot azt mindenki felolvasta ezeken az üléseken, viszont az ilyen szívedben az emberek olyan dolgokat is elmondtak egymásnak, amik nyilvánosan nem mondtak volna el. Úgyhogy az a vegyes bizottság egy nagyon hasznos intézmény volt. Én például a román főbesúgótól, aki itt volt ez a Platona, megtudtam azt a szebeni ülésen, hogy az erdély történetén már 75-ben megtervezték, és már akkor számítottak, hogy esetleg engem abban bevonnak, én ezt csak 77-ben tudtam meg. Úgyhogy fontos információkat tudtunk egymással kicserélni. Hát ilyen volt az a világ. Ez a tankönyv dolog, ez egy fontos dolog, mert ezt valóban fel kell vetnünk, mert most én lettem a Románnak a fegyel bizottság elnöke, és elhatároztuk a közös történelemkönyvnek az összeállítását. Na most, hogy mi lesz, azt majd meglátjuk, mert közben azért sajnálatos módon azért azt látom, hogy gyakorlatilag a román akadémiai narratíva az visszakanyarodik, meg pontosan el sem mozdul, hanem egy kicsit korszerűsítve a Ceausescu-kori narratívát adja elő. Vagy reprodukálja. Hát ez a narratíva nem tudék szó, de sajnos mondjuk tökéletesen kifejezi azt, hogy van egy ilyen mechanikus jellege. Tudnék, van minden kettős beszéd, a hivatalos beszéd az a narratíva, mondjuk így. A kettős beszéd, amikor az a román kollégák megmondják, hogy ezzel a dolgokat másképp is lehet látni. Na most a kérdés az, hogy sikerül nekünk valami olyan történetet kiagyalni, hogy azért másképp lássuk, hogy eddig láttuk a dolgokat. De ezt láttam Domokos Lászlónak a kezét. Igen, üdvözlök mindenkit, László László vagyok egészen pontosan, csak Domokos is vagyok mellesleg, Zila, ahol és középiskolai költemtanár. És egy néhány dolgot megjegyeztem, és meg szeretnék magamnak itt feljegyeztem. Én azt mondanám plasztikusan fogalmazva, hogy az AUL az a Vasgárda reinkarnációja. Kb. Olyan százaléka van, mint a Vasgárdának volt az utolsó 37-es választáson is körülött, az a 10-20 is, meg a narratíva, stb. Tehát egy. A másik, amit a román Nobel-díjasokat illeti, csak van egy román Nobel-díjas, Emil Palladé, fiziológia, orvosi Nobel-díjas, igaz, hogy amerikai színekbe kapta, de 74-be. A másik Nikolai Paulescu-nak hívják az inzulinos. Az így van, így van. Nikolai Paulescu-nak, igen. Egy harmadik, vagy negyedik, vagy hányadik dolog a hagyományos román antiszemitizmusról, tehát már az 1866-os első alkotmány kizáró feltételnek szabja meg, hogy keresztény ember lehet román állampolgár. És amikor a berlini békében Bismarck eléri azt, hogy nem keresztényekre is módosítsák az alkotmányt, ez elég nagy Herzegországban van, tehát ez mondja, hogy hagyományos gyökere van neki Ó-Romániában, de korábban még már a fejedelemségekben és az antiszemitizmusnak. Igen, és végül a tankönyvek ügyében. Én is tankönyv szerző is vagyok, fordító is vagyok, főleg fordító. Romániában van az a kisebbségi történelem, tehát a romániai magyar kisebbségi történet tankönyv, ami már másodjára jelent meg. Az első alkalommal 99-ben, tehát romániai magyar nemzeti kisebbségi történet és hagyományai, amit Vince Zoltán kolozsvári kollégámmal együtt írtunk. Én írtam a 17.-18. század egész napjainkig, és Vince Zoltán írt az ős történetről kezdve egész a fejedelemség végéig. És annak van egy új kiadása, ami 18-19-re jelent meg most 2-3 éve, annak a második felére vagyok társszerző. Igen, tehát magyar nyelven így folyik ez a kisebbségi történet tanítása, a magyarság történet tanítása. De a román történet könyvekben sok nem változott. Tehát vagy felületesek, vagy beállítódása van. És még egy másik dolog az Antonescu képét illetően, hát úgy burkoltan benne van az Antonescu pozitív figurája a könyvek többségében. Persze megemlítik holokauszot, mert főleg 2004 óta kötelező tanulmányozni a holokausz témáját, 2004 óta, azelőtt tanulmányozni nem volt holokauszt, úgymond elismerve, hogy volt. De 2004 óta kötelező tanítani, az uniós csatlakozás előfeltétele volt ez, és azóta megjelenik ez, de másrészt viszont megjelenik, szinte mindenhol benne van, minden tanulmányozni a második világháborús részét elérő az, hogy hát ez kiadja a parancsot június 22-én 41-ben, hogy katonák megparancsolja, hogy kegyetek át a Pluton, szerezzétek vissza a Beszarábiát. Igen, és más ilyen dolgok vannak. Persze más is előfordul,
de kb. Ezek a lényegek, tehát a mentalitásban nem változott sokat a dolog. És még egy poénnal fejezzem be, tanítok magyar tanulózaton, de tanítok román diákokat is. Érdekes tapasztalat. És egyik alkalommal, azt hiszem, a tavaly volt egy ilyen eset, a 12. osztályban, tehát román tagadban tanítva, amikor a Buenavista Dák államáról beszéltünk, ez volt, és az egyik gyerek adott, hogy olvassa a szöveget, és ahol a Buenavista Dák állama Pozsonytól tartott a Balkán-hegységig, és nem is a Bugig, hanem a Bugig talán eddig. És akkor így a srác alatt olvassa a szöveget, csillogott a szemre, hogy így mondta, hogy milyen nagy ország voltunk mi akkor. Ez a dákizmus és még ehhez kötődően ez a dákopátiának hívják ezt a dákopátiának hívják ezt a micsodát, és volt a Josip Konstantin Galgán, aki mellesleg azt hiszem, hogy a Vasgálda pénztárosa volt, és ő együttműködött Ceausescuval a 70-es, 80-as éve szépen, és ha jól tudom, az ő nevéhez fűződik a Vaskapunál, nem a Kazánszorosnál, az a hatalmas dák fej, Decebál fej, ami után hozta az amerikai elnöki fejeket, az is szponzorizálta, ha jól tudom. Igen, tehát kb. Ezeket szeretem, azok, hogy megjegyezés esetleg, ha kérdés van a tankönyveket illetően, még reflektálhatunk. Csak Puhati, nagyon köszönöm ezeket a szempontokat, tehát a tankönyvek igen, akut probléma. Nem véletlenül, igen. Na, majd kíváncsi leszek, hogy fogjuk elkenni ezt a vegyek bizottságba, fejedelmi többekben mondom a román filmnek a nevében is, mert gyakorlatilag azért de teljesen világos, hogy itten egy sokkal komolyabb dolgot kell létrehozni. A német-francia közös tankönyvet, hát azt ott, nem tudom, éveken keresztül különböző bizottságok készítették elő. És akkor csak a 20. századi fejezet, 20. századi rész jött össze. De az mindenképpen, én megvallom őszintén minden, hogy nagy, ha ilyesmilyen sor kerül, akkor én bizony a kollega urat, László Domokost mindenképpen megkeresném, mert bizony hát ilyennek szakértőkre szükség van, mert mi csak ilyen késő, miatt a pálya széléről onnan bekiabálunk, de az első frontban önök vannak a harcvonalban, és nem pedig mi. Na, mi csak ott figyeljük azt, hogy mi folyik az arénában. Hát a történelemtanárok, igen. A történelemtanárok. Hát ők az áldozatai ennek az egész múltkultusznak és múlt ellenességnek is egyben. Úgyhogy, hát igen, erre sor kerül. Na most néhát, csak néhány tegykával nem tudom szabad-e kiegészíteni azt, amit a kollega úr mondott, akkor hadd tegykáljak én is. Hát igen, Berlinben azért Bismarck azért megegyezett a románokkal, hogy valami korrupciós ügyet a románok az szépen ugye elkennek, és akkor csak egyénileg fogják, egyéni kérelmek alapján fogják emancipálni a zsidókat, és kapnak a zsidók román állampolgárságot. Na most itt a mély réteg. A mély réteg az, ami kísérteties. Hát Fenyő István még majdhogy nem nevetett ezeken a részeken, amikor elolvastam. Tehát mikor itt van a bukaresti zsidó pogrom, az utolsó pillanatban nekiállnak, hát már nyírják ki Antonescuék a Vasgárdát, azon még elrohannak a zsidón egyetbe kicsit mészárolni, ott a mészárszéken borzasztó dolgokat csinálnak, és akkor a zsidó a rabinak a gyerekét le akarja lőni egy román pasos, az egyiket le is lőtte, és a revolverre a harmadik lövésnél csődöt mond. És akkor egyszerűen eldugja magától a revolvert, és elmenekül. Ez babonás. Harmadik. De mi nevetünk, de ez a kísérteties dolgok. Vagy amikor a kiváló hősök elfoglalják, pontosan még nem is foglalják el Beszarábiát, de a szovjet hadsereg már kimegy, és a román nem jön be. Akkor a drága jó román szomszédok megállnak, előkapják a zsidókat, valakit ketté fűrészelnek, és miért? Hogy nehogy vámpírként visszajöjjön. A másiknak, mit tudom, a vérével megkenik a kocsit, amivel bosszút állunk a vérvádért, vagy mit tudom, nem tudom, vigyák azt. Úgyhogy itt a hihetetlen indulatok törnek elő, amelyekre mondom, hogy Kemény Zsigmond mondta 48-ban, hogy vigyázni kell ezekre az indulatokra, és Betlen István,
aki ismerte a parasztokat, hogy ezek veszélyes indulatok. Úgyhogy tudták, lefent tudta, hogy miről beszél. Úgyhogy itt van a hagyomány, ami előtör. A Dákopátjáról csak annyit, hogy megnéztem néhány ilyen román szintézist, azok nagyon mulatságosak, mert a Havasalföld bukarestiek írják, akkor a román Dáciának a központja az igazából Kárpátokon túl volt, és nem Erdélyben, ha erdélyek írják, akkor meg Erdélyben volt. Úgyhogy mondjuk, hogy van egy ilyen termékeny káosz kibontakozóban, hogy aztán mikor lesz ebből tankönyv, hát az néha nem csak tőlünk függ, nem csak önöktől függ, az tulajdonképpen magasabb elhatározásnak lenne a függvénye, hogy kormány szinten, úgy, ahogy a vegyes bizottságot valahogy szerintem legmagasabb pártszintről, úgy kormány szinten megmondani a társaságnak, hogy próbáljátok meg összeülni és rendezni ezt a dolgot. Hát, hogy most az Aura Vasgárda reinkarnációja, ezt nem tudom, ön biztos, hogy elfogadja, idézőjelbe kell valóban tenni. Azt aggodalommal figyeltem, hogy Lavrik, akit kihajtottak ugye most a író szövetségéből, hát bizony, délelőtt megnéztem a beszédét, olyan kritikai megértést tanúsít, ami egyfajta azonosulást jelent már, ami azt mondja, ami azt sugallja, igen, ha mi akkor éltünk volna, mi is úgy viselkedtünk volna. Ami valóban itt van a reinkarnáció, egy ilyen retrospektív reinkarnáció talán, ha mi akkor éltünk volna, mi is úgy viselkedtünk volna. Most nem tudom, hogy fognak viselkedni. Úgyhogy én ebben most ki is megültem itt ezekbe a dolgokba. Jó, ezt én nagyon szépen köszönöm mind a Szabolcs Ottót, mind ezt a tankönyv dolgot, mert ezeket nagyon komolyan most már úgy látom, hogy felkeressük. Még szeretnék egy mondat, vagy kettő elejéig. Tehát a francia-német példát az jó példa, én szoktam hivatkozni, először 1990-ben hivatkoztam román-magyar viszonylatban követendő példának, szóval többször, de ők elkezdték 1950-51-ben, Schumann, úgyhogy eltelt azóta ugye 70 esztendő. Úgyhogy ha a magyar vonatkozásban is, magyar-román vonatkozásban is kell még sok-sok-sok kell hozzá, több évtized kell hozzá, egy, kettő. A másik a kontinuitás, itt Romániában olyan kérdés, mint a hit. Dogma kérdése, nem tény kérdése. Ez olyan szentírásszerűség. És ez tényleg nagyon tabu téma. Nagyon tabu téma. És a másik az olyan dolgok, mint a 48 vagy holnai alázadás, stb. Azok is elég egy oldalon vannak beállítva, és mondjuk azt, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy magyar ellenes élel. Legnagyobb több esetek többségében. Körülbelül ennyi. Ha szabad még angolul a tankönyvhöz, én ugye a partvonalról figyeltem a szlovák-magyar hasonló sémetet. Hát javaslom, hogy konzultáljál a szakalacsval, meg kiparokkenetővel, ami a Gyurcsány kormány idején született annak az ötlete is. Igen, Bősi azt hiszem fél év határidőt adtak, vagy egy év határidőt adtak. Persze, és ugye az a borzat, hogy el is készült egy csomó szöveg, nyilván ismerem a történetet, de a végén mégsem lett belőle közös tankönyv. Ugye az volt a módszer, hogy minden nagy problémakörről ilyen a szobák is, meg én valami is. És hát ez általában nem akar összönni, de attól még lehet rajta dolgozni. Szóval csak úgy mondom, hogy a szarkalapszerűen nagyon sokat tudnám is jelni. Hát én is benne voltam abban, én is írtam egy részt a Hungarus tudásban. Hát akkor tudod, akkor ismered a történet. Hát féli meddig, igen. Talán a kontinuitásról még annyit, hogyha egy 50-es évekbeli tankönyvet megnézünk, akkor az derül ki, hogy a nomádok szabadították fel a római uralom alól az elnyomott népet. Aztán jött egy hatalmas nagy változás. 58-ban volt egy titkos vita. A legjobb román nyelvészek Rossetti és Petrovics a bevándorlás mellett voltak, aztán miután nem kaptak útlevelet, átálltak a másik oldalra. Úgyhogy az érdekes az, hogy ennek az anyagát most már meg lehet találni az interneten, ennek az 58-as vitának, pontosan az anyagának egy részét, Petrovicsnak a referátumát. Azt mindenképpen érdemes megnézni, hát egy legnagyobb román nyelvész.
Na most a románoknak a két lelkisége sajnos az, ami egyszerre elszomorító és egyszerre biztató. Mert ugye ott van a kolozsvári Biazini szálló, ahol a magyarok összegyűltek március 15-én, mert ott szállt meg Petőfi. Ott a tábla. Erre csináltak egy másik táblát 90-ben, hogy a magyarok 1849-ben a magyar arisztokraták kiirtottak 40 ezer románt. Na most hát ez egy marhaság, mert az osztrákok csináltak egy felmérést, és egy pár ezer áldozata volt a 48-49-es polgárháborúnak román áldozata, mert a magyar áldozatokat nem mérték fel. Na most ezt az én egyik barátom javasolta Funárnak, de az én barátom pontosan tisztában volt azzal, hogy ez egy marhaság. Nyárni, a politika, mint Muszolini mondta, egy nagyobb kurva, úgyhogy akinek szeret a kukladájba járni, az pedig meg rááldozza a becsületét, főleg, ha meg nincsen. Ugye ezt a táblát szépen feltették, és hogyha egy mondjuk volt olyan konferencia, hogy elmondtam, hogy ez a 40 ezer román áldozat, ez egy marhasság, mert az osztrák felmérés más mond, abban a pillanatban felálltak a román hallgatók, és jó napot kívánok, elmentek. Ezt mondjuk különösebben nem bántam, mert minél kevesebben vagyunk a teremben, annál tisztább a levegő. De hát ez a kettős beszéd, ez egyszerre biztató, és egyszerre mondjuk nem annyira biztató, mert egyszerűen azok az emberek, akik tisztában vannak vele, hogy mekkora biztonságokat mondanak, politikai számításból nyugodtan mondják. Úgyhogy viszont Attila a tankönyvet, hát igen, majd fel fogjuk vetni, és a kollega úrnak a László Domokos, ha jól jegyeztem meg a nevét, mindenképpen számítunk a segítségére, mert itten azokra van szükség, akik az első vonalban harcolnak, és nem azok, akik itten a frontvonal mögött mondjuk kávézgatnak, vagy teázgatnak, mint például én is. Én azt hiszem, hogy nagyjából most lekerekítettük a beszélgetést, de szigorúan. Az a kérdés, hogy szorult-e valakiben valamilyen gondolat, akár vita gondolat, akár kérdés, akár a könyvvel kapcsolatban, akár az itt elhangzott dolgokkal kapcsolatban. Még egy pikantélia. Tehát mondtam, hogy Zilahon tanítok, az iskolám neve az, hogy Szilvánia Főgimnázium. Ez a hajdani református kollégium, ahol Manyú végzett. 1890-ben. Igen. És 1940-ben 50 éves érettségi találkozójuk lett volna Manyújéknak, de Manyú nem tudott eljönni májusba, és írt egy nagyon szép táviratot az iskolájának. Még 1940-ben is, májusban is az iskolája nagyon szépen jött. És az iskola történetben ezt majd annak idején én megírtam, igen, csak ennyi zárójel, tehát Manyú kapcsán, Manyúhoz kötődően, ennyi lett volna még. De szép volt. Akkor ezek szerint Debrecenben nem is járt volna Manyú? Ezt Toyenescu az ödes úr terjesztette el? A Zilai kollégium a Debrecennek volt a filiája. Jaj, azért a... Korábban 4 évet járt Balázsfalván, csak a gimnáziumnak az utolsó 4 évet járt a Zilahon. 1896-90 között járt oda, és a Debreceninek volt a filiája Zilas, ezért így ismerős. Na hát akkor így bízzak én meg a szekuritátéban, mert a Stoyanescu nevű történet, a nagy szekuritáté, és úgyhogy akkor félrevezetett minket, mert a Debrecenbe vitte el iskolába. Na ez jó, ez. Jó tudni. Köszönjük szépen. Hát én köszönöm mindenek előtt. Hát én azt gondolom, hogy megköszönhetjük mindkettőtöknek ezt a ma délutánt, és mindenkinek megköszönöm a részvételt, és hát ahogy ezt annak idején Néhai Balú György mondotta volt, köszönöm, hogy itt voltak, jöjjenek máskor is. Viszontlátásra, szervusztok! Szervusztok, minden jót! Na, hát akkor innen kilépünk, de hogy lépünk.